Szombat délben érkezett Cameronért keki vászonnadrágban, fekete pólóban, fehér béiszból sapkában. Cameronnak el kellett ismernie, hogy dögös pasi. Az érzés kölcsönös volt. Szia, ölelte meg gyorsan a lánydon. Isten, ilyen nézel ki. Nem akarod megcsodálni az új készülékemet? kérdezte Pimaszó Cameron. Hmm, nem éppen arra gondoltam, de ha ragaszkodsz hozzá, neveted, Don. Jelvezed? Fogalmam sincs, hogyan kell kezelni azt a vacakot. Majd megtanítalak rá. Ne most, Joko és Lennon az őrületbe kergetnek. Tudják, hogy számíthatnak valamire. És te? csókolt bele a lány nyakába, Don. Te is számítasz valamire? Jaj, Mr. Verona, felelte könnyedén Cameron, azt hiszem, ez csak magán múlik. Don elmosolyodott, Cameron szintén. Határozottan jó volt újra látni Dont. Nos, menjünk, mondta Don, mielőtt megbüntetnek ezen a nyavajás utcán a parkolásért, vagy valaki erre elrabolja búcsot, a kocsiban vár. Légy szíves, ne nevezd nyavajásnak az utcámat, tiltakozott Cameron. Szép, barátságos kis utca. Igen, ahol szép, barátságos parkolási bírságot kapok reggel. Talán nem kellett volna itt töltened az éjszakát. A legközelebb az egész éjszakát az én házamban töltjük, mondta magabiztosan Don. Mm -hmm. Miből gondolod, hogy lesz legközelebb? Ugratta Cameron és így évődtek egész uton a kocsig, ahol is Bucs kidugta a fejét a nagy terepjáró ablakán. Mihelyt meglátta őket közeledni, ugatni kezdett, neki rontotta a kocsi ajtajának. Tombolt, amiért Dont más kutyák társaságában látta. Joko és Lennon vadul csaholtak körülötte. Ez talán nem a legjobb ötlet, mondta Némi rossz előérzettel Cameron. Lennon igen, csak oltalmazni kezdi okot, ha másik kankutya kerül a közelébe. Csak most mondod? kérdezte Szárazondon. Bocs, nem gondoltam rá. Bocs, nem harcias, mondtadon de a kocsiban ismertetni őket össze, hát nem jó ötlet. Akkor mit tanácsolsz? Vid vissza őket a kedbe. Aztán én beviszem bucsot, és ha jól körülszimatolták egymást, nem lesz semmi baj. Okos elképzelés, mondta Cameron. Odaadta Donnak a táskáját, és elindult visszafelé, a nyomában Jokóval és Lenonnal. Don végig pillantott az utcán. Sehol egy fotós. Hála Istennek, még nem fedezték fel, hol lakik Cameron. A lányt éppen eléggé dühítette az is, amikor a paradisz előtt lógtak, de komolyan megharagudott volna, ha a ház elé gyűlnek. Don nem igazán akarta kamerön telieszteni, hiszen kezdődő kapcsolatuk többnek ígérkezett futókalannál. A sarkon látott ugyan egy fickót, amikor befordult, de azt tartotta a távolságot, és ami a legjobb, nem volt fényképezőgépe. Az évek során Don több életveszélyes fenyegetést is kapott, és egyszer egy őrült női rajongója szenvedélyes szerelmes levelekkel ostromolta, amelyek átcsaptak gyűlölködőbe, amikor Don nem reagált. A nő kétszer is betört Don házába, rémítő ajándékokat küldözgetett neki, és egy napon megjelent az irodájában, és egy bontóval megszúrta az asszisztens nőjét, de szerencsére a döfés nem volt végzetes. Attól fogva Don rendkívül óvatos volt, mindent megfigyelt maga körül. Mihelyt kinyitotta a kocsi ajtaját, Bucs úgy ugrott ki, mint akit puskából lőttek ki. A lelkes labrador alig várta, hogy új barátokkal ismerkedjen meg. Ahogy Cameron háza felé tartott, Don rájött, hogy nem egészséges, hogy a lány ajtaja ablaka közvetlenül az utcára néz. Nincsenek biztonsági kapuk, nincs őrség. És nincs hol parkolnia az átkozott kocsiával. A parányi karácsban csak Cameron becses musztánkja fért el. Emlékeztető, vegyél neki egy rendes kocsit. Második emlékeztető, előbb kérj engedélyt tőle, mert nehéz eset. A szeme sarkából észrevette, hogy a sarokról a férfi hirtelen elindult felé. A francba. Újságíró. Egy újabb eszelős rajongó. Vagy veszélyes? Mielőtt tovább gondolhatta volna, a fickó egyenesen hozzálépett. lépett. Megbocsássz, Cimbora. Kérdezhetek valamit? Don automatikusan hátrébb lépett magas volt, 180 cm is magasabb, de ez a fickó nagyobb volt nála, és izmosabb is. A haja homokszőke, a bőre barnára sült. Ósztrál kiejtése volt, talán turista lehet. Hát persze, felelte Don, és tartotta a távolságot az idegentől. A Sunset Boulevardot keresem, erre felé van, Bingo, turista. Don megkönnyebbült. Elmagyarázta a fickónak, merre menjen, és elindult Cameron háza felé. Megbocsáns, ha tolakodó vagyok, kiáltott utána a fickó. Mondják, hogy Los Angelesben szépek a lányok, de akivel az előbb voltál, igazi szépség. A barátnőd? Turista, vagy a szennyesében turkáló újságíró? Don most már nem tudta. Hol van Fanny, amikor szüksége lenne rá? Ahúgom, mondta könnyedén, kezével a kilincsen. Az idegen nem adta fel. Férnél van, kiáltotta, mert ha nem, szívesen elvinném valahová. Don nem vett tudomást a névtelen idegenről, bement és jól bezárta maga mögött a kaput. Micsoda ütődött alak! Némelyik embernek aztán van bőr a képén. Bocs nyomban átszáguldott a kis házon, ki a kertbe, ahol nyomban a kelleténél nagyobb érdeklődés mutatott Jokó iránt. Lennon morgott és elhessen tette bucsot. Don, Don megfeledkezett az újságíróról, turistáról, vagy akárkiről. Csak át kameron mellett és nézte, hogy ismerkednek a kutyáik. Fél óra múlva úton voltak Malibuba. Hová mész? kérdezte Mendi. Találkozni azzal a tini kurvával, akit megmentettem, és az apát feleségül vett. Évihez, felelte higgadtan. Megígértem a fiúknak, hogy elviszem őket ebédelni. Akarsz jönni? Erre Mendi nem számított. Nem, köszönöm, mondta élesen. Egy életre elegem van a kis szörnyetegekből. Ryan eltűnődött, vajon milyen anya vált volna Mendiből, ha született volna gyerekük. Valószínűleg nem a legjobb. Oké, csak azt nem mond, hogy nem hívtalak. Ha csak mi ketten lennénk a Spagó teraszán, boldogan mennék veled próbált a férjében bűntudatot kelteni, Mendi. Ez volt az egyik kedvenc szórakozása. Nem, mondta az most csak én meg a fiúk. És ekkor eszébe jutott valami. Mint hogy szinte lehetetlennek találta szóba hozni a vállást, mi lenne, ha a kettesben vacsoráznának Mendi velaszpágóban Nyilvános helyen, ahol Mendi valószínűleg nem csinálna botrányt. Maga sem tudta, miért esik annyira nehezére megmondani Mendinek, hogy vége. Mendi okos nő, tudnia kell. Mit szólnál egy vacsorához kettesben a szpágóban? Mondta gyorsan, hogy meg ne gondolhassa magát. Ne hívj oda senki mást. Ez is váratlanul érte Mendit. Emlékezni sem tudott az utolsó alkalomra, amikor kettesben vacsoráztak rá ez valami romantikus gesztus? Vagy megint a házassági tanácsadásról akar beszélni? Hmm, nyomban gyanakodni kezdett, de nem árult el. Kedves ötlet, felelte. Foglaltatok asztalt. És már is tervezni kezdte a védekezését. Nincs az a hatalom, hogy házassági tanácsadásra menjen. Szó sem lehet róla. Tiszta véletlen volt, hogy Luki éppen akkor nyitott be, amikor Phil dugta a titkárnőjét Cukit. Azt a titkárnőt, akit hetekkel korábban kirúgott. Luki sosem ment le a faházba, ahová Phil bezárkózott írni. De ma szombat volt, és komolyan azt hitte, hogy Phil elment otthonról. Arra gondolt, hogy a faházban remekül elhelyezhetné az állatokat a parti idejére, a papagájt és a kutyákat mindenképpen. Minden esetre meg akarta nézni, mekkora a házban a disznóol, mint minthogy Phil sosem engedte be a takarítókat. A faház az ő birodalma volt. Ő tervezte és maga építette ezt a menedéket magának. Azt állította, ez az egyetlen hely, ahol alkotói nedvei szabadon áramlanak. Hát most áramlottak. Végig Szuki lapos melkosan, amint Phil felhördült, kihúzta, aztán végig fröcskölt Szuki nem létező keblén. Loki szoborral dermedten állt az ajtóban, mozdulni sem tudott a megdöbbenéstől. Na igen, tudta, hogy a férje úr. Ki ne tudott volna Phil Standard szexuális győzelmeiről, de azt nem várta volna, hogy a saját házukba tegye. Te házasság törő kurva pecér, sivította. Soha nem használta a házasság törő kurva pecér kifejezést, csupán az egyik filmjében. Azonban most az alkalomhoz illőnek látszott. Fél szőrös feneke a levegőbe emelkedett, amint döbbenten szállt le – Te meg mit keresel itt? bömbölte nem jöhetsz ide, senki se jöhet ide. Rohagy meg a kancáddal együtt, amelyiken lovagolsz, válaszolta Luki egy újabb idézettel az egyik filmjéből. De lehet, hogy Klint ezt volt filmje volt. Hogy meri azt képzelni, fél, hogy még ő lehet mérges? Fordított lélektan. fél mindig ezt csinálta. Szóki felült a pamlagon, fél nedve lefelé csorgott a mellén. Abban az esetben, ha a férjem elfelejtette volna közölni, mondta a leghidegebb hangján Luki, ki van rúgva. Ezzel sarkon fordult, és egyenesen a kocsiához ment, az új Mercedeshez, amelyet fél az előző héten vett neki. Elszáguldott, mielőtt bárki megállíthatta volna. Nem, mintha próbálkozott volna azzal bárki is. Luki egyedül volt a dühével, és ebben a pillanatban ez nagyon is megfelelt neki. Anyja! Miután együtt élt néhány hónapig Szettel, és állandóan mondogatta neki, hogy ő a legcsodálatosabb férfi a világon, anyjának gondja volt rá, hogy a férfi elbáljon. Néhány héttel később Szett elvitte a lányt a Niagara vizeséshez, ahol összeházasodtak. Amint anyja újjára került a gyűrű, a dolgok megváltoztak. Nem érdekelte őt Szett, ahogyan az sem. Elvégre férfi volt, és minden férfi ellenség. Éjjel-nappal csak a szex kell nekik. A hímbeszők irányítják őket, mind erőszakos és csúf. De köztük is a legförtelmesebb Joe volt. Joe kis hián kiölte anyjából az életkedvet, majdnem. De ezúttal is túlélte, hála az idegennek, aki megsajnálta, és biztosította neki az újrakezdést. Egy férfi, igen, egy férfi, akit anyja nem ismert, aki ezért nem is érdekelte. Szett azt ígérte, szeretni fogja. Ánya nem hitt neki. Hogyan tudta volna szeretni őt? Amit szeretett, csak az az érzés volt, amikor benne volt, és Ánya úgy mozgatta a csípőjét, hogy olyat szed még nem tapasztalt. Azt szerette, amikor Ánya a szájába vette, és addig szopta, amíg Szedd olyan hevesen élvezett el, hogy azt nem is vélte elképzelhetőnek. Azért szerette anyját, mert az hagyta, hogy kemény farkát odadugja, ahová csak akarja. Miközben anyja sóhajtozott, nyöszörgött, szett nevét kiáltozta, és azt állította, hogy jó neki. Hát, ezért szerette őt szett, nem másért. Mihelyst lezajlott a vállás, anyja gondoskodott róla, hogy szett elhidegüljön a volt feleségétől és a gyerekeitől. Könnyű volt, erre is Velma tanította, az a Velma, aki elszökött és anyját Joe gondjaira bízta. De elszökötte. Anyja álmaiban néha megjelent Velma mesztelenül, izzadtan és elkeseredetten, kócos és csapzott hajjal, összevert arccal, tühött, fokhíjas mosolyjal. Vízbe folytott, sikoltott a szemmel. Joe vízbe folytott. Anyja rettegett ezektől az álmoktól, annyira valósághülyek voltak. Egy idő múlva rájött, hogy az álmok azért voltak annyira élénkek, mert a valóságot tükrözték. Joe meggyilkolta Velmát. Ez hihetőnek látszott, mert anyja sohasem hitte el igazán, hogy Velma elhagyta volna. Olyan közel álltak egymáshoz, annyi mindent csináltak végig együtt. No meg Velma ott hagyta a ruháit és minden holmiát, amelyektől Joe gyorsan megszabadult. Minél jobban megőrült érteszett, anyja annál hidegebb lett. Már nem mondogatta a férfinak, hogy csodálatos, és nem állt mindig a rendelkezésére, amikor szett akarta. Elszedett tőle annyi pénzt, amennyit csak tudott, és gyűjteni kezdte a cipőket. Minél hidegebb lett anyja, Szett annál jobban kívánta. Ebből anyja rájött, hogy a férfiakat két dolog érdekli a nőkben: a vad és féktelen szex, meg az utánok való hajszta. Már egy éve házasok voltak, amikor Szettet előléptették a jogi cégnél, ahol dolgozott. Nem sokkal ezután meghívták egy estére, ahol részt vett a cég legfőbb partnere is. Szed pénzt adott anyjának, hogy vegyen magának az alkalomhoz illő elegáns ruhát. Anyja fekete bőrmeltartót és rendkívül kurta szoknyát vett, hozzájuk 15 centis sarkú Jimmy kócipőt. Szed elszörnyett. Finom szépségű hitvese ebben a szerelésben úgy nézett ki, mint valami kurva. Próbálta lebeszélni az öltözékről, de nem sikerült. Amikor megérkeztek az estére, mindenki anyját bámulta. Úgy festett, mint holmi idegen ruhában parádézó fiatal lányka. A legtöbb férfit elbűvölte, gyermek szajha külseje. A nők gyűlölték. Szed kínosan érezte magát. Hogy tehette vele ezt a felesége? Anyja azzal csítította, hogy szexuális szolgáltatásokat ígért neki, mihelyt hazaérnek. Később megkérte a férfit, mutassa meg, melyik a főnöke. Seth megmutatta, anyja pedig egyenesen a férfi felé indult. A főnököt Eliot von morton váratlanul érte, amikor anyja odament hozzá, és bemutatkozott az egyik alkalmazottjának a feleségeként. De kezdeti meglepődése után Eliot figyelme felébredt, mert látta, hogy a különc jelmez és a túlzós mint mögött anyja igazi szépség. És mit tehetek önért, Mrs. Carpenter? kérdezte Eliot. Ez a magas, sovány, lefittyett szemhéjú, gyérbajuszú férfi. Azon tűnődtem, felelte anyja, mert tartója puha bőr peremével játszadozva kék szemébe bűvölve a férfit, hogy én mit tehetek önért. eliot körülnézett, hogy hol van a felesége. Mrs. Von Morton élénken beszélgetett az ismerőseivel a terem másik végében. Ez a lány kikezdett vele, Eljött ebben biztos volt. De hol a férje? Az gyorsan közeledett. Hívjon fel az irodában, mondta és a kezébe csúsztatta a névjegyét. Biztosan ki tudok találni valamit. Szed szégyen kezdve pirulva sietett oda. Bocsásson meg, Mr. Momorton, dadogta. Anyja még nem volt ilyen estéjen. Remélem nem zaklatta. Dehogy hogy? Feleltek A felesége elbűvölő, tette hozzá, le a szemét anyja fekete bőrrel keretezett dekoltázsáról, és elképzelte, amint ez az angyalarcú lány ott áll fölötte, ostorral a kezében, és szarráveri. Igazán elbűvölő. Hat héttel később anyja elhagyta szetet. Eliott von Morton elvált a feleségétől, és anyja beköltözött Eliott lakásába a párkavon nagyot lépett előre. Ahogy bikiniben elnyúlt a nyugágyon, és nézte, amint Don hamburgert és csöves kukoricát süt a grillen, Cameron remekül érezte magát. Három kimerült kutya hevert körülötte a teraszon, lustán élvezték a napsütést. Bocs vagy tíz percig csatázott Lenonnal, de aztán meghátrált és tudomásul vette, hogy nem ő az alfa him. Tudod, jegyezte meg Cameron, kellene szerezned egy társad bucsnak, nézd, milyen boldog így. Én vagyok a társa, tréfáton. Velem jön a stúdióban, aztán ott szórakozik a francia pudlikkal. Hidd el nekem, kam pompás élete van. És, ha már a pompás életről beszélünk, tipped meg, ki fogad vendéget ma a házamban? Vendéget fogad? Amíg te nem vagy otthon? nyúlt a napolajért Cameron. Nem olyan értelemben, hogy partit rendez, inkább csak összejön valakivel, aki nem a neje. Cameron gyomra hirtelen összerándult. Rájön az! Tudta, hogy rájön az! Ki az? kérdezte higgadtan, miközben bekente a lábát naptejjel. A szülinapos, mondta diadalmasan Don. Végre megadja magának azt az ajándékot, amelyre évek óta próbálom rábeszélni. Cameron hallgatott. Ryan nem olyan. Vagy mégis? Mennyire ismeri? Hát szinte alig. Végis úgy érezte, mintha évek óta ismernék. No és? Próbált adni a közömböst, pedig igazán kíváncsi volt. Kivel találkozik? Nem tudom, fordította meg mesteri kézügyességgel hamburgereket Don. Ryan zárkózott fiú, bár látták a napokban egy bombázó eszemmel. Csodálkoztam is. Mi az az eszem? Hm, színésznő, modell. Néha hozt ezt, ha kevés a pénz a tesz a prostituált finomabb elnevezése. Úgy a már kam, nevetett Don. Ryan sosem fizetne érte. Megőrülnek érte a nők, bár észre sem veszi. Legalábbis mostanáig így volt. Úgy látom, elégedett vagy, amiért megcsalja a feleségét. Ne légy már ilyen prűd, nézett a lányra csodálkozva Don. Találkoztál Mendivel, vagy nem? lehetetlen perszóna, halára szekálja szegény ryan Remélem, ez a házasságuk végének az előjátéka. Ryan megérdemli, hogy Mendi ne lógjon a nyakán, remek fickó. Gondolom, mormolta Cameron, és elképzelte Rájent, amint Don házában szeretkezik a gyönyörű eszemmel, aki vagy kér tőle pénzt, vagy nem. Undorodott a gondolattal, hogy Rájen is csak olyan, mint minden férfi. Azt remélte, rájön más. Magasabb erkölcsi elvek vezérlik. Hát, tévedett. Kérsz a hamburgeredre sajtot, vagy nem? kérdezte Don. Cameronnak elment az étvágya. Mindegy, mondta kedvetlenül. Alig ment le a torkán. Loki több piros lámpán is áthajtott, amint féktelenül száguldott Venik és Marlon felé. A negyediknél tartott, amikor rendőrautó fordult ki a kereszt utcából, és jelzett neki, hogy álljon meg. Loki a járda mellé siklott új Mercedesével, és megállt. A zsaru kiszállt a kocsiból, és maga biztosan ballagott oda Lukihoz. Jogosítványt és forgalmit, mondta, jóformán rá se nézve az asszonyra. Luki szemre vételezte a fickót. 36-37 éves, eléggé túlsúlyos, fehér. Közömbös, csak végzi a munkáját. No, majd ő változtat ezen. Sajnálom, biztos úr, dorombolta. Az imént rajta kaptam a férjemet egy másik nővel, és el tudja képzelni, hogy mennyire ideges lettem. Kicsit várt, ha emészte meg a zsaró az információt aztán jöhetett a döntő csapás. Loki Lions vagyok, tolta fel a napszemüvegét. Biztosan látotta a kék zafírban, hiszen jóformán mindenki látta. A zsaru nyomban felfigyelt. Abban a filmben jóval többet látott Lucky Lionsból az arcánál és a fekete hajzóhatagánál. Ahogy a többi kedvence, Sharon Stone és Demi Moore ő is szépen öregedett. De áthajtott a piroson, nyögte ki végül. Rettenetesen sajnálom, búgta szexi hangon Luki. Ígérem, többé nem teszem. Na jó, ezúttal elengedem, mondta a zsaru. Aztán szigorúan hozzátette. De aztán többé tényleg ne forduljon elő, hogy ne biztos úr, darombolta Luki, köszönöm szépen. Kissé lehiggadva hajtott tovább, legalább a varázsát nem veszítette el. Loki Lyons még mindig el tudta bűvölni a férfiakat. Anyja nem tudott vezetni, elvitette magát Hamilton sofőrjével, a Barneshez, és utasította a sofőrt, hogy várja őt három órával később a neyman Markus hátsó bejáratánál. Mihelyest a sofőr elhajtott, elindult a Beverly Hills Hill Hotel felé, átment az előcsarnokon, a hátsó bejáratnál taxiba ült és megadta a sofőrnek Don címét. Ideges volt, találkozóra igyekezett egy olyan férfival, aki túlságosan sokat tudott a múltjáról. És mit tudott ő a férfiéről? Nem sokat. Vajon most, hogy az apósának lett a felesége, megőrzi-e a titkát Ryan Richards? Feltétlenül meg kellett tudnia. Ryan még délidő előtt beugrott évjékhez, hogy megnézze, rendben van-e minden. Ott volt az édesanyja is, aki megszitta, amiért nem tájékoztatta a valós helyzetről, hogy mi történt. Évi és az iszákos férje között. Miért nem szóltál nekem? kérdezte Noren olyan hangon, mintha Ryan hat éves lenne. Sajnálom, anya, nem akartalak kidegesíteni, magyarázta Ryan. Maradt még egy kicsit, játszott a fiúkkal, aztán elindult Donházához. Don, aki szentő hitte, hogy Ryan szerelmi légy ott, tart a házban, hagyott a hűtőben pesgőt és kaviárt. Hmm. Kaviár és Rájen nem tartotta a kettőt összeélőnek, bár Don fényűző aglegény életformájában talán összetartoztak. Ryan bóklászott a házban, úgy várta anyja érkezését. Körülnézett a hálószobában is, Cameron nyomait kutatta. Vajon a lány itt töltötte az éjszakát? Mit érezhet valójában Don iránt? Talán ide is költözik. Jóságos ég! Minek kinozza magát? Cameron Don legújabb barátnője. Ez így van, és jobban tenné, ha tudomásul venné. Időtlen idők óta nem volt ilyen pihentető napom, állapította meg Don, amint leült kamerom mellé a nyugágyra. Nekem sem, fordította az arcát a nap felé a lány. A hullámok morajához fogható nincs. Hajolt közelebb a lányhoz Don, ujjaival kameron hasán játszott. Szinte hipnotizál, elrepít egy másik világba, Tudom, mire gondolsz, helyeselt Cameron. Nagyon jól érezte magát. a korunkban minden hétvégét a parton töltöttünk rájennel, nel nevetett Don. Két kanos kölyök, teljesen leégve, tele nagy álmokkal. Hmm, figyelemre méltó páros lehettetek. Én minden esetre elhatároztam, hogy lesz egy vízparti házam, és most itt vagyok veled. Hé, hey, tette hozzá. Van házam, és van barátnőm. Hmm, sokat emlegeted rájent, tért rá Cameron az őt érdeklő témára. Na miért ne? Na a legjobb barátom, és szeretném jó helyzetben látni olyan nővel, aki tényleg törődik vele. Mert Mendi nem olyan. Vicces, horkant fel Don. Mendi a maga életét éli, mindig is így volt. Akkor Ryan miért maradt vele? Bűntudatból Mendi vastagon megterhelte vele a vetélésekkel és a halva született gyerekkel. Gondoskodik róla, hogy valamit teljesen őrült módon Ryan önmagát okolja. Hidd el nekem, hogy ez Mendi műve. Simogatni kezdte Cameron combját. De elég Ryanből és Mendiből, foglalkozzunk inkább veled és velem. A keze felfelé indult. Csak épszelem, vagy ez tényleg igazi kapcsolat? Úgy érzem. És te? Az a nő, aki belépett Don Verona házába, sok-sok fényévnyire volt attól a reménytelen üveges tekintetű sérült tinédzser szajhától. Akit Rájen megmentett a nyomorúságtól és a megaláztatástól. Ez a fiatal nő magabiztos és határozott volt, legalábbis annak látszott. Kinek a háza ez? kérdezte, amint megérkezett. Egy barátomé válaszolta Rájen. Mintha egy magazinból vágták volna ki vándorolt anyja tekintette az üvegajtón át a látványos kilátásra. Tetszik. Örülök, mondta kiség Igen, mondta lassan anyja, szép. Hamilton a hagyományosabbat kedveli. Te jó ég, hát erről fog szólni ez a találkozó, az építészetről. Ryan nem akarta vesztegetni az idejét. Anyja kezdte. Most Pola a nevem, felelt a lány anyja évekkel ezelőtt megszűnt létezni, törvényesen. Akkor változtattam nevet, amikor hozzámentem a második férjemhez. Hamilton a második férjed? A harmadik, közölte tárgyilagosan anyja, és most már amerikai állampolgár vagyok. Gratulálok, mondta Ryan, és járt az agya. Anyja sokat érte a hét év alatt. Három házasság, meg az amerikai állampolgárság. De sosem felejtheti a tekintetét. Annak idején anyja személyben oly sok fájdalom, szomorúság és reménytelenség volt. Most még a tekintete is más lett. Ryan úgy fogalmazott volna, hogy ez a tekintet éber, fáradt, számító és egészen kemény. Azt hiszem, mondta Ryan, Sejtem, miért akartál találkozni velem. Félsz, hogy elárulom, hol láttalak először, és mivel foglalkoztál akkor, és hogyan segítettem rajtad. Anya hosszan, áthatóan nézte a férfit. Az emberi természet olyan, hogy elárulja a titkokat, mondta szintelenül. Meséltél róla Mendinek? Tudja? Egyáltalán nem, Mondta gyorsan rájön. Senkinek sem mondtam el, és nem is áll szándékomban. Új életet teremtettél magadnak, Annya, ezért csak gratulációt érdemelsz. Örülök, hogy sikerült elfelejtened mindent, ami a múltban történt veled, és tovább léptél. Csak dicséretet érdemelsz. Nem mindenki tudta volna túlélni azt, amit elszenvedtél. Anyja félig elmosolyodott, és közelebb lépett a férfihoz hála neked, mondta lágyan. És most eljött az ideje, hogy visszafizessem. Nem tudod visszafizetni, lépett hátrébb automatikusan rájön. De igen, mondta anyja, megvan a módja. És mielőtt rájön bármit tehetett volna, anyja kilépett a ruhájából, és ott állt előtte egy szál fekete csipke tangában, és rendkívül magas sarkucipőben. Jézus Mária! Dadogta a teljesen meghökkent rájén. Erre végképp nem számított. Nem, anyja, nem, mondta. Öltöz fel, de rögtön. Miért? Nyalta meg csábosan a mutatóujját a lány, aztán játszani kezdett a bal mebbimbójával. Tudom, hogy kívánsz, nem igaz, próbált oda se nézni a káprázatos testre rájén. Anyja tökéletesen arányos volt, de a magas sarok nélkül nem lehetett több, 150-155 centiméternél. Rájén érezte, hogy merevedni kezd, hiába nem akarta, és ismét kérte a lányt, hogy öltözzön fel. Anyja tekintete Rájen ágyékára bándorolt, és nem csodálkozott, hogy hatással van a férfira. A férfiak olyan egyszerűek, ha egyszer áll nekik, már semmi sem számít. Tetszik a mellem, kérdezte egyre a keblével játszva anyja. Valódi, tudod, nem olyan, mint egyes amerikai nőké, akik úgy néznek ki a szilikontól, mint a töltött pulykak. Rájön az ajkába harapott, uralkodni próbált, fájdalmas merevedésén. Semmiképpen nem sétál bele ebbe a csapdába. Nincs az a hatalom. A Cameron háza közelében bujkáló férfi kétszer látta a lányt kijönni a házból. Először két kutyával, meg egy táskával lépett ki az utcára. Másodszorra vele volt a pasas is, akivel már korábban találkozott a kapu előtt. A nagy terepjárós, jóképű ipse. Don Verona, így hívták a tagot, és azok szerint, amiket olvasott, Don Verona valami tévés híresség volt. Naná, hogy Cameron úgy játszotta itt az eszét, hogy eszébe se jutott az úra, akit ott hagyott Havajon. Na, na hogy a ribanc úgy tesz, mintha nem is lenne múltja. Nos, van múltja, és ő ezért jött Los Angelesbe, hogy ezt bebizonyítsa. Greg Kingston, a férj. Az a férj, akit ott hagyott eszméletlenül abban az ikerházban, Moin, miután beverte a fejét egy lámpával, és minden csupa vér lett. Az a férj, aki majdnem hat órán át feküdt eszméletlenül, amíg rátalált a takarítónő a már már élettelen testre reggel nyolckor, és rémülten hívta a mentőket. Majdnem fél évig feküdt kómában. Mindenki feladta már, amikor egyszerre csak kinyitotta a szemét és visszaküzdötte magát az élők közé. Greg erős volt, túlélő fajta átkozottul dühös túlélő. És azt akarta, hogy az a szemét felesége megtudja, hogy sohasem szabadulhat tőle, bármilyen keményen is próbálkozzon. Már pedig a ribant szemlátomást keményen próbálkozott. Ott hagyta hábájt és eltűnt. Puff! Mintha a föld nyerte volna el, és senki nem tudta megmondani Gregnek, hogy hol lehet. Elvitte az ismerőség címjegyzékét is, így aztán Greg nem tudta, kit hajkurászon. A ribanc pedig mehetett bárhová, vissza Amerikába, Ausztráliába, Tájföldre. Bárhova a világon, hiszen világjáró volt. Greg nem tehetett mást, mint hogy várt, hát ha egy szép napon felbukkan. Muszáj volt neki, mert ahogy Greg ismerte, Cameron előbb-utóbb Válni akar majd, de az csak úgy lehetett, ha visszatér havájra, és szembenéz az urával. Ha csak nem hiszi azt, hogy megölte. Te, jó ég. és ha azt hitte, pusztán azért, mert Greg egy csöppet megfegyelmezte, azt hiszi az a ribanc, hogy megúszhat egy gyilkosságot. Greg nem így gondolta, de nem ám, meg fogja találni, és megbünteti, ha addig él is és aztán egy szép napon teljesen véletlenül megtudta, hol a ringyó. A sors csodás és különös dolog. Kénytelen távol léte után Greg visszament a munkahelyére, amely tele volt nyaroló családokkal, párokkal és magányos nőkkel. Ó, a nők! Csupa kiéhezett szingli, akik egy kis románcra várnak a nyaralás idején, és ugyan kinyújthatna nekik többet, jobbat, mint a part királya, Greg Kingston, a profi szőrfogtató. A nők nagy várakozással jöttek a szigetre, és ő nem okozott csalódást. Amióta kijött a kórházból, a szexuális étvágya megtisztereződött, és úgy döntött, átadja magát az élvezeteknek. Csak az volt a gond, hogy egyik nő sem volt Cameron, egyik sem volt olyan szép, olyan szexi, olyan okos, mint az a gyilkos ribanc. Hiányzott neki, gyűlölte, és elhatározta, hogy megbünteti. Az egyik délután, amikor éppen egy tanárnő szopott neki, mert oldhatatlan vágyat érzett erre, de naponta minimum háromszor meglátott egy szénlapot a nő ágya melletti asztalkán, és a címlapon lévő képen egy pontosan ugyanolyan nőt látott, mint Cameron. Mert az volt Mrs. Cameron Kingston. Kirántotta a farkát a nő szájából, és felmarkolta az újságot. Mi a baj? nyafogott a nő. Rosszul csináltam valamit. Greg rá se hederített, inkább elolvasta a cikket, magába szívott minden apró részletet a feleségéről, aki most Cameron Paradisnak nevezte magát, aki a képen éppen valami híres amerikai talsóházi házigazda karjában volt látható, és aki Paradis néven saját fitness stúdiót nyitott. Greg alig hitt a szemének. Ott a ribanc. Éli az életét, mintha mi sem történt volna. Úgy hagyta ott őt, hogy akár halott is lehetett volna. Új életet kezdett, mintha Greg sosem létezett volna. Elfogta a dű. Izzó harag sarkalta, hogy megtalálja a cafkát, visszahozza és megfizettesse azért, ahogyan bánt vele. Két nap múlva a szabadságot vett ki a munkahelyén, és most itt volt Hollywoodban. Egy kis nyomozással a rüfke nyomára bukkant. Most, hogy már a szem előtt volt, Greg rájött, hogy nem kell sietnie. Előbb ki kell derítenie, pontosan mit forgat a fejében az a bige. Cameron utcájában foglalta el a megfigyelő helyét, hogy szemmel tarthassa. A Macának két kutyája, meg egy gazdag pöcs híres pasija volt. Úgy festett, elmentek vikendezni. Tudja, a híres pöcs hogy a csaj az ő tulajdona? Mrs. Greg Kingston, az bizony, mert ha nem, hát hamarosan megtudja. Miután a fekete terepjáró elment, Greg is lépett. Oda ment a neje házához, megkerülte, egy hitelkártyával könnyedén kinyitotta az árat, és bement oda, ahol nyilvánvalóan a liba hálószobája volt. Cameron sosem ügyelt a biztonságra, Greg csodálkozott, hogy a nőci egyáltalán bezárta az ajtót, és riasztó berendezés természetesen nem volt. A ház takaros, tiszta és egészen kicsi volt. Egy hálószoba, egy fürdőszoba, egy nappali, abból nyílt az utcára néző Greg feltételezte, hogy ez nem olyan ház, ahol a híres pöcs szívesen tartózkodik. Greg komótosan átnézett mindent, beleértve Cameron szekrényeit, postáját, kinyitott minden fiókot. Amikor a fehér neműs fiókhoz ért, zsebre dugott néhány tangát. Talán később hasznokat veszi. Amikor végzett, kiment ugyanúgy, ahogy bejött, és a bérelt autójához ballagott a következő utcába. Aztán felfelé indult a szánszet fölötti dombokra, mert tudta, hogy híres pöcs ott lakik. Manapság bárkiről könnyű megtudni, hogy hol lakik. Ha nem találod valakinek a címét az interneten, elengedő megvenned az, ahol a sztárok élnek térképét. Greg mindkettőt megtette, így pontosan tudta a címet. Most, hogy itt volt Los Angelesben, Cameron közelében, igazi elégedettséget érzett, pontosan tudta, hol a madárka és mit csinál. És az egészben az volt a legjobb, hogy a jérce még nem tudott semmit. Peckhead van ribanc, mert jövök és elkaplak. Ryan sosem érezte magát ekkora csapdában, hogy anyja levetkőzik és megpróbálja elcsábítani, erre számított a legkevésbé. Ha közösülni akart volna vele, megtehette volna Amsterdamban, ahol a lány kapható volt. De nem, inkább megmentette, igaz? És anyja komolyan azt hitte, hogy ez a legjobb módja annak, hogy visszanozza a segítséget. Tévedés, nagyon nagy tévedés! Miután rájött, hogy semmire sem jut ryan anyja kelletlenül felöltözött, és megkérdezte ryan hogy melege. Házas ember vagyok, anyja, ahogyan te is. Nem igénylek fizetséget semmiért. Hmm, szokatlan férfi vagy. Te pedig férjes asszony, jobban tisztelhetnéd önmagadat. Próbálta még egyszer megértetni magát anyjával ryan nem kell ilyeneket tenned, szabad vagy. Anyja vállat vont, mintha Ryan szavai semmit sem jelentenének. Hamilton talán tisztel, amikor más nőket hoz oda, hogy szeretkezzenek velem, ő pedig nézi és kielégíti magát. Ez a tisztelet? Ryan feltette a kezét. Hmm, nem akarok részleteket hallani a házasságodról, kérlek mondta határozottan. Nem érdekel. Ez Amerika, tudod. Ha valamit nem akarsz megtenni, utasíts vissza. Nem a kirakodban ülsz, ahol Strici ellenőrzi minden mozdulatodat. Anyja hosszan, elgondolkodva nézte Rájent. Rendes ember vagy, Ryan Richards, mondta végül és aztán Ryan legnagyobb megkönnyebbülésére megkérte a férfit hívjon taxit, és amikor az megjött, távozott. Anyja, Pola. Bonyolult nő, annyira fiatal és annyira sérült, és ami a legrosszabb, ahogyan eddig az összes férfi, Hamilton is csak kihasználta. Szóval, kérdezni szeretnék valamit, mondta Don. Azt fogod hinni, túlságosan gyorsan jött, és valószínűleg nemet fogsz mondani, de nem költöznél hozzám? Hm. Valóban nagyon gyorsan történt minden. Cameron kedvelte don de egyáltalán nem tartottak még ott, hogy megfordult volna a fejében az összeköltözés gondolata. Nem volt értelme, meg aztán volt neki kényelmes saját otthona és ígéretes üzleti vállalkozása. Nem kell most rögtön válaszolnod, folytatta Don, de gondolkozz el rajta. Szünet? Mosoly. Gondolj bele, mennyit spórolhatnál a lakbéren? Miből gondolod, hogy a ház nem a tulajdonom? kérdezte hűvösen Cameron. Hmm, nem lenne okos elárulni, hogy Don egy kicsit nyomozott. Miért? A tied? kérdezte lazán. Mert ha az, gondolj arra, mennyit kereshetnél rajta. Most éppen magasak az ingatlan árak. Igazad van, csak bérlem, ismerte be a lány. Na no, látod, mondta Don, amint Joko odaszaladt hozzájuk, kirázta a bundáját, és telefröcskölte mindkettőjüket. Egy vagyon spórolnál minden hónapban. Talán nem akarok, elnyőzte a szemét a kezével az erős napfény ellen kameron. Esetleg mégis elgondolkodhatná rajta, hajolt ledon, és lesöpörte a vizet a bokájánál feltört nadrágjáról. Egy pár csepp víz még nem teszi tönkre a napodat, igaz? kérdezte könnyedén Cameron, örülve, hogy témát változtathat. Nem a vízről van szó, mondta Don. Paris Hilton területéhez közeledünk, ami azt jelenti, hogy a környéken tömegesen fordulnak elő paparazzók. Eddig még nem fedezték fel, hogy van egy nyaralom. Legyünk okosak, forduljunk vissza. Ne kísértsük a sorsot. Tudod, Don, mélázott el Cameron, ezért nem tudnék soha veled élni. Ez az állandó érdeklődés a fotósok, a rajongók. Nem tudnék olyan feleség lenni, aki csak ott áll az ura a bemutatóján, arcára fagyott, mosolja a tipródik mellette, és nem látszik többnek kapcsolt Árunál. Szívem, te sosem látszanál kapcsolt Árunak, mondta Don, és utálom a fiem bemutatókat. Csak akkor jelenek meg, ha szíveséget teszek valamelyik barátomnak. És ezzel szájon csókolta Cameron. Lazán, begyakorolt mozdulattal. Cameron visszacsókolta. Teljesen szabadnak és elégedetnek érezte magát. Pontosan ilyen hétvégére volt szüksége. Nem csinált szinte semmit, csak jól érezte magát. Nem ártana visszavonulót fújnunk, mondta a csók után Don. Gyere, fussunk versenyt a házig. Aki győz, az mondja meg, mit tegyünk ma este. Gyerünk, kiáltott Cameron. Don nem tudta, Cameron milyen gyorsan tud futni. Marlon éppen a bicikliét tisztította a háza előtti járdán, amikor felbukkant Luki. A barnára sült, izmos kölyök mindössze egy kopott és szakadt sortot viselt. A közelben két, alig bikini öltözött tinilány kóricált. Loki nem tudta eldönteni. Marlonnal vannak-e, vagy azért mászkálnak ott, mert reménykednek, hogy elnyerhetik a kölyök kegyeit. Loki! kiáltott fel őszintő örömmel a kölyök. Nem vártalak ma. Mi a hézag? Az a hézak, hogy rajta kaptam félt, amint a saját házamban kurt félre, és meg tudnám ölni. Ó, semmi különös, vont vállat könnyedén, Luki. Csak gondoltam, benézek, hogy biztosan kész legyen a forgatókönyvünk a hétvégére. Kész lesz, felelte Arlon. Piszkos szőke haja a szemébe húlt, Hiszen megígértem, nem, és a vacsora csak szombaton lesz, szóval bőven van még időnk. Hé, egy hét nem olyan sok, intette a kölyköt Luki. Nem akarsz bejönni, inni egy kólát? De, bólintott Luki, nem tudta lebenni a szemét a kölyök testéről. Valódi műalkotás volt, feszülő fiatalizmok, sehol semmi fölösleges hely annyira nem hasonlított félre, aki már évekkel korábban teljesen kijött az emberi formájából. Luki előtt felvillant fél nagy szőrös feneke, amint leugrik szukiról, és a kép tovább tüzelte dühét. Kóra fi! Ezért meg kell fizetni neki, de megám. Loki, mendivel van, alig hagyta el Don házát Ryan, amikor megszólalt a telefonja. Fél szólt a vonal végén izgatottan. Nem tudom, felelte Ryan. Vele kéne lenni? Ki a faszom tudja, mutyogta fél. Volt egy kis mm, nézeteltérésünk, elrohant. Összevesztetek, nagy ügy, majd hazamegy. Add meg Mendi mobiljának a számát. Ennyire fontos beszélned vele? Ennyire. Hát mi vesztetek össze? Rajta kapott letoldgatyával. És? A farkam éppen szokiban volt. Te jó ég, fél, hát azt hittem kirúgtad. Kirúgtam, ki én, nyögte fél, de tartoztam neki az utolsó fizetésével, hát eljött a csekkért. És aztán valahogy belekerült a farkam. Oké, okay, oké, okay, rájönt nem érdekelték a részletek. Éppen elég baja volt neki is. Értem. Nem érted? Sóhajtotta, kétségbe esettem fél. Loki eddig még sohasem kapott rajta. Ez nem egészséges helyzet. Az az asszony heves természetű, bármire képes. Nem fogja megölni magát, az biztos, mondta szárazon Rájen. De lehet, hogy vesz egy pisztolyt, és szétlövi azt az ostoba senkedet. Ez nem vicc, Rájen, morogta a Jól van, diktálom Mendi számát. Hívásom van a másikon. Rájen lediktálta a számot, aztán átkapcsolt. Az édesanyja volt a vonalban, teljes izgalomban a hisztéria határán. Gyere, amilyen gyorsan csak tudsz, zokogta Noren. Valami szörnyűség történt. Anyja A park avonon élni Eliott von Mortonnal egészen más életlehetőséget jelentett, mint az a kis lakás a Lexingtonon, ahol Szettel laktak. Eliott jóval öregebb volt szetnél, és az ízlésé sokkal kifinomultabb. De hát a férfi az férfi, és anyja hozzászokott mindenféle típus kiszolgálásához. Eliott a korbácsért meg a fenyítésért lelkesedett. A férfi egy nagy, New Yorki jogi cég legfontosabb partnere volt. Sok VIP klienssel foglalkozott, bizonyos szempontból ő irányította az életüket. Ezért nem volt meglepő, hogy számára a kikapcsolódást az jelentette, ha megalázkodhatott bármiféle hatalom előtt. Anyja egészen más volt, mint Eliott korábbi felesége, aki nem volt hajlandó eleget tenni a perverzióinak, és ezért a férfi kénytelen volt a 47. utca rossz hírű házait látogatni. Sosem érezte magát azonban biztonságban ott, mindig rejtett fényképezőgépektől és kémektől tartott, akik tudósítják tevékenységéről a sajtót. Nem mintha híres lett volna, de hatalma azért volt bőven. Éppen ezért akadtak szép számmal ellenségei is, akik szívesen fogadták volna a bukását. Csak egyetlen pillantást vetett anyjára azon a végzetes estén, amikor a lány megjelent Kárpánterrel, a cég igencsak jelentéktelen munkatársával, és Eliottnak nyomban az az érzése támadt, hogy ez a fiatal nő teljesíteni tudná a kívánságait. És igaza volt. anyja igazi ördög volt a korbáccsal, még hozzá könyörtelen. A harmadik összejövetelük után Eliott közölte a feleségével, hogy sürgősen válni akar. A felesége nem lepődött meg, minden tudott a férje szexuális szükségleteiről, és esze ágában sem volt teljesíteni őket. Szerencsére gyerekük nem volt, a vállás könnyen ment. Eliott megtartotta az egyik lakását, egy házat az asszonynak adott. Szettől viszont nem lehetett ilyen civilizáltan megszabadulni. Amikor Ánya közölte, hogy lelép, összeomlott, sírt, zofogott a boldogtalan bolond. Anyja nem árult el neki, hogy a főnökébe költözik össze, csak annyit mondott, ideje menni. Amikor Szett tudomás szerzett anyja és Eliott viszonyáról, berontott a főnök irodájába, és ezért kirúgták. Este elment egy csapszékbe, szódarul berúgott. Ekkor felcsipte egy nő, aki egy sikátorba csalta, ahol a nő kirabolta, és amikor megpróbált ellenállni, leszúrta. Meg is halt. Amikor anyját a rendőrség értesítette a férje idő előtti haláláról, egyetlen könnyet sem ejtett. Annyiszor találkozott már a halállal, hogy nem izgatta fel. Eliot otthon igencsak dicsérte anyja kurvás öltözködését, ám nyilvánosan nem kívánt így mutatkozni vele. Anyja igazi szépség volt, de nem tudta, hogyan hozhatja ki magából a legtöbbet. Eliot felvett egy stylistot, hogy képezze ki a lányt öltözködés, frizura és mind dolgában. Mihelyt anyja átesett az átváltozásán, amelybe beletartozott az is, hogy a nevét Polára változtatta, ami az ő ötlete volt. A többi férfi mind irigyelte Eliotot, anyja Poláért, aki igazi kifinomult szépség volt. Chanel és Valentino ruháiban, egyedi estéi öltözékeiben és pompás ékszereivel. Eliot örömmel kényeztette a lányt, aki cserében rendszeresen verte, és titkon élvezte a szenvedését. Nem szerette a férfit. Anyja nem tudta, mi a szeretet. Marlon mindaz volt, amit Luki várt, de persze mégsem fiel. Fiatal volt erős, izmos testű és kanos, de mégsem fiel. Amatőr módra csókolt, gyerekesen bajlódott Luki ruhájával. Előjáték, Szemlátomást nem is hallott róla. És amikor éppen hozzá akart kezdeni a dologhoz, Luki félbeszakította. Egyszerűen képtelen volt megtenni. Bármilyen komisz volt is fél, Luki szerette, és nem tudta megcsalni. Meg aztán hiányzott a szőrös pocakja és a megnyugtató hája is. Hiányzott szivarszagú lehelete, és ahogyan csókolt ahogyan érinteni tudta a testét, ahogyan a nyelvével kielégítette ezerféle módon. Hiányzott minden átfogó szerelme, őszinte melegsége, harsány és rekett röhögése. A fene vigye fiasztándárdet, házasságtörő, hazug fi. de az ő házasságtörő hazug kurafia. Nem tudom megtenni, Tolt el magától Marlon fiatal kemény testét. Marlon megdöbbent. Mi? tátotta el értetlenül a száját. Nem helyes, ugrott fel, és kezdett gyorsan öltözködni Luki. Sajnálom. Marlon egyre csak Luki keblét bámulta, hiszen erről fantáziát, amióta megnézte a kék szafért, de legalább tízszer. Időtlen idő nem látott jobb tudát. Egy cseppet sem ereszkedett meg, telt volt és kerek. Marlon szerette volna beletemetni az arcát, és örökre ott maradni. De, hú, szeretlek, próbálkozott a kölyök a mindig beváló szöveggel. Ne beszélj butaságokat, korholta ki, bekapcsolta a mertartóját, eltüntette azt a csodás keblet. De tényleg, bizonygatta a kölyök, aki még mindig kemény volt, mint a szikla. Rajta, vert ki szépen, esél túl rajta, mondta immár hivatalos hangnemben Luki. Dolgoznunk kell a forgatókönyvön. Marlon megvert kutyaként kullogott ki a mosdóba. Idősebb nő, az biztos, hogy velük nehezebb, mint a sitrikkel. Hazafelé a taxiban Ánya ráján viselkedésén gondolkodott. Miféle férfi ez? Nem akart lefeküdni vele, és ez egyáltalán nem normális. Anya megtanult az éves során, hogy felkinálkozásával bármire rá tudja venni a férfiakat, még arra is, hogy feleségő vegyék. Még Hamilton hekkerlinget is rávette, hogy vegye feleségül. Pedig ő kemény dió volt. Hamilton azonban nem tudta anyjáról, hogy hibás áru. Lehet, hogy Ryan ezért nem akart vele közösülni. Túlságosan sok férfi állt már előtte. Igen, gondolta anyja, ez lehet az oka. De ha semmivel sem tartja Ryant a markában, hogyan veheti rá, hogy hallgasson? Nagy probléma. Megbízhat benne. Talán igen. Talán nem? Anyja úgy döntött, tovább kell próbálkoznia, hogy elcsábítsa. Ryan, érítsál, e. sincs kőből, előbb-utóbb csak elcsábul. A taxival a szálloda hátsó bejáratához vitette magát, fizetett, végigment az utcán, a Neiman Markus áruházhoz bement és indult egyenesen a ciklóosztályra. Mivel te nyerted meg a versenyt, te döntöd el, mit csináljunk ma este, jelentette be Don. Maradjunk itthon, vagy menjünk el valahova. Hmm, gondolkodott el Cameron. Valójában csak eljátszotta, mert tudta, hogy Don szívesebben maradna, ahogyan ő is. De miért ne szórakozzon egy kicsit a férfi rovására? Ha mennénk, ha elmennénk... Közel a Nobu, mondta Don. A Tonis taverna. Rengeteg kajáda van a környéken, vagy... Vagy... Vagy rendelhetnénk házhoz szállítást. Kiülnénk a teraszra, megnéznénk a naplementét, aztán korán ágyba bújnánk, és... Ez az! Micsoda! Itthon maradunk! Don elvigyorodott. Tudtam, hogy te vagy a nekem való. Pola! Anyja először nem reagált. Néha elfelejtette, hogy nevet változtatott. Pola! Mendi gyűrűktől súlyos keze markolta meg a vállát. Anyja, összerezzent! Te mit keresel itt? Költöttem, Hamilton pénzét? Tessék, kapta a fejét, anyja. Nem volt vevő Mendi stílusára. Csak vicceltem. Nevetett álságosan Mendi. Elvégre annyit költhetsz belőle, amennyit csak akarsz. Szép cipő, ült le anyja mellé, és felpróbálta annak a cipőnek a párját, amelyel anyja éppen kísérletezett. Hmm, nézte meg a tűsarkó árát is. 800 dollár. Költséges ízlésed van. Anyja némán visszavette a félpár cipőt tudta, hogy Mendi gyűlöli. Némi elég tételel gondolt rá, hogy Mendi még jobban gyűlölné, ha tudná, hogy ott állt a férje előtt mesztelenül. Bárcsak reagált volna rá ilyen. csak, érdeklődött Mendi. Aláíratott veled Hamilton házasságkötés előtti szerződést? Az micsoda? kérdezte anyja, bár nagyon jól tudta, mi az. Amerikában van egy kis csekéség, amit házasság kötés előtt szerződésnek hívnak. A férfiak szokták aláíratni a jövendőbeliükkel, hogy amikor vállásra kerül sor, hoppá, bocs, ha vállásra kerül sor, védve legyen a pénzük. Én nem írok alá semmit, mondta anyja, és örömmel látta átsuhanni Mendi arcán a tehetetlen dühöt. Valójában aláért egy ilyen szerződést. A szerződés fél millió dollárt garantált neki, minden év után, ameddig Hamilton felesége marad. Úgy tervezte, igen-igen soká maradt Hamilton felesége. Évi fél millió dollár anyjának nem volt elegendő. Ryan rekordidő alatt tette meg az utat évi házáig, közben végig kárunkodott. Mi ütött az anyjába, hogy csak egy vészjósló mondatot mond, és nem veszi fel a telefont, amikor próbálja visszahívni? Levert volt. Anyja szánalmas próbálkozása nagyon lehangolta, és szégyelte is, hogy kis híján belesétált anyja csapdájába. Csak hogy közte és mendi közt már régen nem volt szex. Így aztán nem csoda, ha a mesztelen nő látványa váratlanul érte. Don minden bizonyjal hihetetlenül jól tölti az idejét Cameronnal, ami dühítette, pedig nem lett volna szabad. Örülnie kellett volna, hogy Don végre talált valakit, aki boldoggá teszi. Ha a dolog tartós lesz ami nem valószínű, hiszen Don játékos. Ryan a legrosszabb félelmeit vélte beigazolódni, ahogy a házhoz közeledett. A kocsi behajtón egy mentőautó és több rendőrautó sorakozott. Jézus, Évi, a fiú! Kalapáló szívvel ugrott ki a kocsiból, és rohant a bejárat felé. Greg Kingston bérelt sevijével Don Verona házához hajtott, hogy szemügyre vegye. Tudnia kellett, miben sántikál a tag, hiszen a szennylapok kameront a híres pöccsel hozták össze, és a tulajdon szemével is látta, hogy a felesége elment az ipsével, úgy tűnt vikendezni. Don házát fal vette körül, hmm, nem gond. Miután ellenőrizte, hogy nem látja senki, Greg gyorsan kinyitotta a kaput és beosont. A felhajtón egy autó parkolt, ezért, hogyha valaki volna otthon, Greg hátralopakodott és a hitelkártyájával könnyedén kinyitotta az oldalsó kaput. Lassan mozgott, nem akarta, hogy elkapják. Hallotta a vizének halk mozgását, és amikor befordult a ház sarkánál, tényleg ott volt a kék, feszített víztükör. Ez fényűző mi volt, egészen más, mint Cameron szerény kis háza abban az olcsó utcában. Nem csoda, ha Cameron fut a pasos után. A ház falának lapulva a nagy üvegajtó felé lopakodott. Aztán meglátta őket. Két embert. Egy férfi meg egy nő állt közel egymáshoz oda benne a házban. A nőn csak cipő volt, semmi más. A férfi teljesen fel volt öltözve. Greg mély lélegzetet vett, és ekkor hirtelen villant valami a bokrok közt. Teleszkóp? Vagy fényképezőgép? Az, valaki fényképezőgéppel fotózta azokat odaben. Greg gyorsan visszalopakodott, aztán az úton, amelyiken érkezett, majd visszament a félház tömnyire leállított kocsiához. Üldögélt a kocsiban egy darabig. Lindkin parkot és Krizbront hallgatta a rádión. Nem tudta miért ülött, csak volt egy olyan érzése, hogy még lesz valami. És valóban, tíz perce később egy taxi állt meg, híres pöcs háza előtt. És a pucérnő jött ki a házból, most már felöltözve. Beszállt a taxiba, de előtte Greg még látta a fotós árnyékát, aki lefényképezte a nőt. A nő nem is sejtette, hogy fotózzák, és Greg nem értette, mi történik. De kétségtelenül érdekes volt. Kivált, amikor egy fekete Lincoln követni kezdte a taxit. Pocernő híres pöcsházában, titokban lefényképezik, aztán követik. Valami történik itt. Húsz perc telt el, amíg kijött a férfi is. Beszállt a felhajtón álló kocsiba, kinyitotta a kaput, és elhúzott. Most már üres a ház, gondolta Greg. Újra kinyitotta a kaput, és hátra ment oda, ahol az üveges tolóajtókat látta. Szerencséje volt, mert az ajtó nem volt csukva. Miután belépett a házba, egy ideig erősen fülelt, nem hall-e valamin ezt, de semmi. A ház határozottan üres. Greg pompásan érezte magát. Micsoda remek érzés, hogy ott van az ember valaki másnak a házában. Bekukkanthat mindenhová, és nem tudják. Híres pöcsnek, Cameron új fiújának sok ruhája volt. Drága öltönyök, zakók, ingek sorakoztak katonás rendben, szín szerint sorbarakva. Több tucat cipő is volt, Többnyire fényesek, újjak, és sok-sok nyakkendő a szivárvány minden színében. Búzi, morogta Greg, és nehezen állta csak meg, hogy le ne mindent. Megnézte a fürdőszobát. A szokásos, több tucat doboz vitamin és a fürdőszobaszekrényben receptre kapható Vikodin és Ambien. Greg mindkettőt ismerte. Mindkét üveg tartalmának a felét zsebretette. Szép zsákmány, már megérte ide jönni. Következett a hálószoba. Hatalmas ágy, redőnyök, prómozott láncon a plafonról aláfüggő függő tévé. Greggizlésének túlságosan modern. Kinyitotta az éjjeli szekrény fiókját, és bingo! Remek áru! Több doboz, legnagyobb méretű óvszer. Az. Két akar az űrge átverni. Lélegzet frissítő cukorka, erős, készkrém, több távirányító, egy digitális fényképezőgép, és a legjobb, egy 9 mm-es pisztoly. Greg fogta és megcirógatta a fegyvert. Szerette a pisztolyokat, már régen, ez pedig gyönyörű volt. Megvizsgálta a tárat, töltve volt. A fiók mélyén talált még egy doboz történt. Igazán jól jött. A pisztolyt az övébe dugta, a történyeket zsebretette, tette, és végignézte a digitális fényképezőgép képeit. Néhány halványan ismerő szép lány többé-kevésbé levet közbe, híres pöcs ágyán. Semmi különösebben közönséges. Cameron sehol. Kár. Gregnek szinte kedve lett volna zsebhokizni. Arra gondolt, hogy elviszi a gépet, de lemondott róla. A fegyver volt az igazi zsákmány. Alig várta, hogy Cameron orra alá dugja, és visszavigye a lúvnyát oda, ahol a helye van. Havajra. A férjéhez. Hirtelen megszólalt a csengő. Greg összerezzent. Tekintete megkereste a biztonsági kamera képét, és látta, hogy egy csinos lány áll odakin, rózsaszín sortban, ugyanolyan színű felsőben. Greg jobban megnézte, és felismerte, hogy ez a másik csaj, akivel a szennylapokban híres pöcsöt mutatták. Méri ellen hogy is hívják. A tévében szerepel valami ostoba vígjáték sorozatban. Mit akarhat? Talán behívhatná és szerezhetne neki néhány kellemes percet. De nem, nem azért jött Los Angelesbe, hogy szórakozzon, hanem azért, hogy hazavigye azt az átkozott, megzabolázhatatlan, házasságtörő, gyilkos feleségét. Pár perc elteltével a lány egy borítékot dobott a postaládába. Megfordult, berakta azt a csinos kis seggét egy lenyitott tetejű fehér mercedesbe, és elhajtott. Greg várt egy kicsit, aztán úgy gondolta, ideje menni, mielőtt híres pöcsnek újabb látogatója érkezik. Útban a kocsiához kinyitotta a postaládát, és kihalázta Méri ellencéduláját. Mert ne? Amerika szabad ország. Marty meghalt. Ryan állt a medence mellett, évi bérelt házában, és döbbente hallgatott, amíg a rendőrségi fényképész befejezte a munkát. Marti teste a medence mellett feküdt, a feje szétlőve, mindenütt vér és emberi húszcafatok. Széles arcú nyomozó lépett Ryanhez. Sose fogom megérteni, miért kell a gyerekek előtt csinálni, Mondta, miközben fokviszkáló tráccsát. Felfordult től a gyomrom. Ezen a héten ez a második. Második, micsoda? kérdezte émelyegve rájén. A második barom, aki a kölykei szeme láttára lőtte szét a fejét. De hiszen volt távoltartási végzés, motyogta rájén. Aha, bólogatott a nyomozó. Nekem meg a Bank of America írt, hogy menjek már be a százmilliómért. Ryan értette, mire céloz a nyomozó. Figyelmeztették, hogy a távoltartási végzés csupán időpocsékolás. Miért nem szerződtetett biztonsági ört, hogy vigyázzon évire, meg a srácokra? De hál' Istennek, a kisebb kegyekért is. Marti a saját életét vette el, nem Évi vagy a gyerekek életét könnyen lehetett volna másképpen is. Bement a házba, ahol Évit meg az anyjukat hallgatta ki egy nyomozó nő. A fiúkat elvitte inga nővérük. Kifelé tartott az előső kertbe, közben elővette a mobilját és hívta Mendit. Nem vette fel. Don sem. Nagyon szerette volna hívni Kameront. Ő mindenkinél jobban megértené, de hát mégsem hívhatja, nem. Cameron Donna volt. Együtt vikendeztek. Nem akarta egyikük körömét sem elrontani. Oda ben a nyomozónő befejezte Évi vallomásának felvételét. Évi meglátta Ryan, felugrott és a karjába vetette magát. Ryan erősen átölelte. Sírj, ha akarsz, bátorította. Csak rajta, ereszt ki a gőzt. Évi fuldokló kezdte magyarázni, mi történt. A fiúk odakin voltak a medencénél, ő meg Noren a konyhából figyelték őket, miközben ebédet főztek. Aztán egyszerre csak megjelent Marti, és ordítozni kezdett a fiúkkal, hogy másztanak ki a vízből, és menjenek vele haza. A srácok rémülten másztak kifelé, Évi kirohant Noren a nyomában. Marti tök részeg volt, úgy nézett ki, mint aki egy hete nem aludt. Nem lenne szabad itt lenned, kiáltott rá Évi. Nagy kár, felelte Marti, most minnyáján hazajöztök velem. Nem mennek sehová, lépett előbbre bátran Noren, oltalmazva a családját. Ekkor vette elő Marti a fegyvert, és hadonászni kezdett vele. Választhatsz, mondta Évinek, Mindannyian hazajöttök velem, vagy szétlövöm azt a nyabajás agyvelőmet. Mit szólsz? Csak tessék, mondta Évi. Eszébe se jutott, hogy Marti képes ilyesmire. De megtette. Amint Évi befejezte a történetet, Ryan még szorosabban ölelte. Nem te tehetsz róla, nyugtatta meg. Marti kiegyensúlyozatlan volt. Nem gondolkodott józanul. Nem te vagy az oka, hogy ezt tette, egyedül ő maga. Igen, de én mondtam neki, hogy csak tessék, zokogott Évi. És a legszörnyűbb, hogy a fiúk láttak mindent. Miután végignézték a forgatókönyvet a Némi kép levert Marlonnal, Luki beült a mercedes és úgy ment haza, hogy Fél viselkedése okozta dühé kissé csilapodott. Tulajdonképpen bosszot állt, félmeztelenül mutatkozott egy másik férfi előtt, ami elegendő volt ahhoz, hogy megerősítse az önbizalmát, Félt pedig kiborítsa, ha megtudja. Persze, sosem árulja el neki, hogy Marlon volt az. Az tönkretenné a két férfi jövőjét már ami a forgatókönyvet illeti. Lényegében izgatta a kettőjük találkozása. Fiú gyakran foglalkozott fiatal tehetségekkel, és ha elolvassa Marlon munkáját, ki tudja, mi lesz. Magában dúdolgatva parkolt le, és bement a házba. – Mami, mami! – szaladt el két gyerek. – Nézd, mit vett neked, apu! Loki nézte, hiszen nem lehetett nem nézni. Az előszoba az egyik végétől a másikig tele volt rakva a legfantasztikusabb vázákkal, bennük rózsák és tulipánok a szivárvány minden színében. – Ugye, nincs szüli napod, mami? – kérdezte Abigail, aki hét évesen az anyja kicsinyített mása volt. – Nincs szüli napja, te csacsi! torkolta le a kilenc éves, jó lévő Harry Potter szemüveges tüskehajó Andrev. Apu azt mondja, különleges vagy, ezért is járnak neked a különleges dolgok, sóhajtotta a kislány. Bár csak különleges lennék én is. Az vagy csillagom, simogatta meg a lánya fejét Luki. Nem is az, horkant fel Andrev, buta, a dadus dugta be a fejét. Gyerünk, leckét írni, gyerekek, kiáltotta. Gyertek szépen, legyünk túl rajta. Abigail és Andrew elszaladtak. Fél jelent meg, több csomagocskát egyensúlyozva. Hülye vagyok, bömbölte. A hangja harsányabb volt, mint bármikor. Szexmániás, tökkel ütött hülye. Ez igaz, mondta hűvösen Luki, miközben Phil a kezébe nyomta a Cartier Tiffany és Prada csomagokat. Mi ez? kérdezte. Ajándékok az én gyönyörű, elképesztő, megbocsátó és megértő feleségemnek. Miből gondolod, hogy megbocsátok? húzta össze a szemét Luki. Mert imádlak, ordította fiú. Istenítelek, te vagy a mindenem. Ebben az esetben érezte meg a nagy és ritka lehetőséget Luki. Igen? kérdezte aggodalmasan fél, amit csak akarsz, csak nevezd meg. Segíts újra kezdenem a pályát, vágta rá gyorsan Luki. Van egy tervem. Amikor hazaérkezett a bevásárló körútjáról, Mendi meglepetten tapasztalta, hogy a nappaliában ott ül Évit és Noren. Nem emlékezett olyasmire, hogy Ryan említette volna, hogy átjönnek, és nem volt éppen elragadtatva. Ledobta a számos Neyman Markus és kérdő pillantást vetett erre. Szervusztok, mondta. Elfelejtettem volna, hogy átjöttök. Ryan megfogta Mendi karját. Rettenetes tragédia történt, mondta halkan. Marty főben ütte magát. Mendi először azt hitte, Ryan viccel, de a komor arcokat látva megértette, hogy nem. Amikor Ryan előadta a történetet, különösnek találta. Miért évi házában lőtte le magát Marti, amikor megtehette volna Silver is? És jóval kevesebb gondot okozott volna. Ez ő disznó volt, még a halálában is. Mendit az a kétségbe ejtő érzés kerítette hatalmába, hogy Évi meg a fiúk most hosszabb távra beköltöznek a házba, mert az biztos, hogy a bérelt házban ezek után nem maradnak. Ráére pillantott, aki éppen konyakot töltött több pohárba. Gondolom, lekéne kéne mondanom az foglalást a spagóban, kockáztatta meg megsután. Ryan komoran nézett rá. Úgy van, Mendi, jól gondolod. A szabadban szeretkeztek. Most alig két órával később ismét szeretkeztek ezúttal a házban. A hétvége alig, ha lehetett volna élvezetesebb. Donnak legalábbis. Persze, Cameron sem panaszkodott. Soha nem mesélsz magadról semmit. Se a családodról, a volt fiúidról, vagy arról, hogyan lettél személyi Még azt sem tudom, hogy honnan származol, mondta Don, miközben lustán cirógatta a lány haját, amint feküdtek az ágyon, a nyitott tető ablakon át beáradó napsütésben. Don kezd kíváncsiskodni, Cameronnak ez nem igazán volt ínyére. Csikágói vagyok, mondta. Amikor anyukám meghalt, egy iskolai barátnőmmel nekiindultunk, és beutaztuk a világot. Mennyi idős voltál? 18 körüli. Kalandos vállalkozás olyan fiatalon, jegyezte meg Don. Mindig öreg lélek voltam, és mindig tudtam vigyázni magamra. Hát ez bizony hazugság volt. Ha tudott volna vigyázni magára, hogyan úszhatta volna meg Greg, hogy rendszeresen bántalmazza őt. Miért nem lépett le az erőszak legelső jelénél? Na, és a régebbi fiúid? Ébredt fel Don kíváncsisága. Van, akire féltékenynek kellene lennem? Mi ez? kérdezte egyre ingerültebben Cameron. Kihallgatás? Csak érdekel, simagadt a lány haját Don. A helyzet a következő Don, mondta Cameron. Azt akarta, hogy a férfi fejezze be a kérdezősködést. Egyszerűen nem olyan érdekes az egész. És miért kötötték ki éppen Los Angelesben? Don elszántan folytatta a faggatást. Ami sokas sok. Az sok. Ideje volt fordítani a helyzeten. Hát te, vágott vissza Cameron és felült. Én fura fajta vagyok, született Los Angelesi. A legtöbb ember Los Angelesbe jön, de nem szoktak itt születni. És a szüleid élnek még? Anyám még él. És gyakran látogatod? Néha. Don egy kis szünetet tartott, mielőtt folytatta volna a völgyben lakik a barátnőjével. Úgy érted, a partner barátnőjével? Igen, felelte könnyedén Don. Apám lelépett, amikor hat éves voltam. Így anyámnak megrendült a bizalma a férfiakban, és pár hónappal később rájött, hogy inkább a nőket kedveli. Cameron magába azt gondolta, hogy a családját elhagyó apa és a leszbikussá vált anya sok mindent megmagyaráz. Don Verona játékos. Természetesen. Hé, hey, csodálkozott el, Don! Hogyan lehet, hogy én bezzeg válaszolgatok a kérdéseidre? Mert szeretsz magadról beszélni? mosolygott Cameron. Táplálja az egódat. Azt ki mondja, hát én, és éhes vagyok. Nem lenne ideje rendelni valamilyen valót, És ismét témát változtat. Nyúlt a telefonjáért Don, és megnézte az üzeneteit. Megfoghatatlan vagy, soha nem árulsz el semmit. Több üzenet is volt, féltől, ebből arra következtetett, hogy valami baj van. Gyorsan felhívom félt, és már is rendelek kaját, ígérte. A lány kiugrott az ágyból. Oké, addig én lezuhanyozom, indult mosolyogva a fürdőszoba felé. Hiába a jó szex délután a legjobb. Kol és Dorian most büszkék lennének rá. Átugrom Rájenékhez mondta Lukinak fiel, miután megtudta, hogy Marti öngyilkos lett. Semmi értelme, hogy te is gyere. Ó, talán illene. Nem, nem rajongtál Martiért, semmi értelme, hogy ott lábatlankodj. De hát te sem rajongtál érte. Ez lényegtelen, sajnálom Evit, olyan aranyos lány. Átszaladok és megölelem mindkettőnk nevében. Ez szép tőled, ezért vannak a barátok, nem igaz? Luki bólintott. A barátaihoz való hűség volt fél. egyik legvonzott tulajdonsága. Amúgy el vagyok bűvölve az ajándékaittól, mondta, mert fél. tényleg nagyon igyekezett. Az jó, mondta fél. én már maga biztosabban, hogy Luki nem dobja ki, mert ennek még a gondolatától is kirázta hideg mert szeretlek, drágám. Te vagy az első a szívemben mindörökké, és az is leszel mindig. Mint hogy ötször nősült Hamilton Heckerling igen jól ismerte a nőket, és azt is tudta, milyen alávalóak tudnak lenni. Az évek során két asszonyáról derült ki, hogy viszonyuk van, egy további pedig pénzt az ő számlájáról a maga bank számlájára. És akadt felesége, aki úgy tartotta az egész kiterjedt családját, hogy csekkekre hamisította rá Hamilton aláírását. Igen, Hamilton tudott egyet s mást a nőkről. Tudta, hogy ha a férfinak van esze, alaposan szemmel tartja az asszonyt, kivált, ha 40 évvel fiatalabb nála. Pola igazi szépség volt. Kielégítette Hamilton minden igényét, de Hamilton nem bízott benne. Egy csöppet sem. Amióta összeházasodtak, sosem hagyta Polát egyedül, így hát, amikor Hamilton elhatározta, hogy az asszony nélkül utazik üzleti útra Japánba, megtette a megfelelő intézkedéseket, hogy pontosan tudja, Hol van és mit csinál Pola a nap minden percében? A jelentés, amelyet e-mailben kapott, fényképekkel együtt, egyáltalán nem volt az, amire számított. Döbbenetes volt. Egészen döbbenetes. A bizonyíték ott volt a képeken. Anyja. Eliott von Morton tudta, hogy az anyjával való viszonya nem lesz tartós. Nagy klientúrájú vállóperes ügyvéd volt, látta a legrosszabbat is, ami férfi és nő között történhet. Volt annyi esze, hogy tudja, a dolog nem lehet tartós. Egyet biztosan tudott. Anyja olyan lett számára, mint valami kábítószer amikor a lánya volt, elhagyta a józan esze. Olyan kincs volt, amelyről nem ismert álmodni. Fiatal és gyönyörű teremtés, aki megértette a szexuális igényeit, és mester ilyen elégítette ki őket. Nem volt olyan, amit anyja megmetett volna. Semmi sem döbbentette meg. Múltja van ennek az angyal Sötét múltja, amelyet Eliott nem akart megismerni. Mihelyt Eliott vállása végleges lett, megváltoztak a dolgok. Anyja megváltozott. Sokat duzzogott, és nem alkalmazkodott olyan könnyen. Eliott nem értette, miért te anyja felvilágosította. Azt akarom, hogy vegyél feleségül, mondta. Mrs. Eliott von Morton akarok lenni. Eliot először az ötletet is elutasította. 65 évesen elvenni egy olyan fiatal lányt, aki az unokája lehetett volna. Több volt ostobaságnál. Csak hogy anyja eltökélt volt, és minél többször mondott nemet Eliot, anyja annál ritkábban elégítette ki, igen, különleges nemi vágyait. A fenébe is. Miért ne vegye el? elegendő pénzt és időt pazarolt már rá. Az összeköttetéseit felhasználva Eliot elintézte anyjának az amerikai állampolgárságot. Segített neki nevet változtatni. Eltemette a lány múltját, bármi volt is az. Valójában újra kitalálta a lányt. Anyja kurvás kis lelencként került elé, és Eliot tökéletes megjelenésű, elegáns fiatal nővé változtatta. Igen, döntötte el Eliot, elveszi feleségül. Nem veszíthet semmit, és megnyerhet mindent. Nem rendeztek nagy esküvőt, sőt, igencsak szerény keretek közt keltek egybe. A Bahamákra mentek Nászútra, egy hét múlva visszatértek New Yorkba. Eliot nem akart tovább maradni, hiányoztak a korbácsok, a láncok, a bilincsek. Eljött betegesen kívánta a fájdalmakat, amelyeket anyja okozott neki. Anyja nem igazán tudta, valójában mi az, amiért szenvedélyesen rajong. A cipők. Egyedül a cipők nyújtottak neki igazi örömöt. Üres volt belül, csupán hideg közönyt érzett. Azt hitte korábban, hogy ha a házasság egy olyan fontos emberrel, mint Eliott, majd betölti az űrt. De nem történt semmi. Aztán egy szép napon Eliot elvitte egy olyan film bemutatójára, amelynek az egyik kliense volt a producere, és megismerkedett Hamilton Hackardinggel. Hamilton öregebb volt Eliotnál, és gazdagabb. Hamilton tekintetében anyja a sajátjához hasonló könyörtelenséget vélt felfedezni. Hamilton Heckerling sokkal csillogóbb személyiség volt, mint Elliot von Morton. Elliot egy New York irodában dolgozott. Hamilton Heckerling bejárta a világot, és nagy sikerű világhírű filmeket készített. Anyja úgy vélte, ez az életforma megfelelne neki. Így hát nekilátott elcsábítani Hamilton. -t amikor megtudta, hogy Hamilton fétise az, ha nézi, amikor két nő van együtt, már tudta, hogy a férfi az övé. Csak egy probléma volt, eljött von Morton. De nem sokáig maradt probléma. Az egyik szexuális játszadozások közben elhúnyt, szívrohamot kapott. Anyja nem hallotta, amikor kimondta a biztonságos szót, amelyel mindig jelezte, ha már elege lett. Fél évvel később Hamilton egy New Yorki vacsorán jelentette be az eljegyzésüket. Nem sokkal később anyjából Mrs. Hamilton Heckerling lett. Elképesztően jól megy a bolt, jelentette Bekol majdnem 1500-an jelenkeztek be tagnak tíz nap alatt. Ez hihetetlen. Cameron egyetértett. Valóban hihetetlen volt. Korábban ezt egyikük sem tudta volna elképzelni. Don gyilkos ügyvédje lerendezte az egykori főnöküket. Az üzlet beindult, és más dolguk sem volt, mint kibírni az iramot. Terjeszkednünk kell majd, közöltek hol. Ez csak a kezdet, bébi, sínen vagyunk. Már felvettek két további edzőt, meg egy gyógymasszört, és ennyi ügyférlel alig fértek el. Beszélek Irisszel, mondta Cameron. Tudom, hogy van lent egy üres emelet. Tökéletes lenne. Aha, hétfő reggel, ez legyen az első dolgod. Úgy lesz. Kol hosszan áthatóan nézte Cameron-t van veled mostanában? kérdezte közelebb hajolva. Ugránott kéne örömödben, te meg csak ülsz itt Mélán, mintha kicseréltek volna. Fáradt vagyok, vallotta be Cameron. Ki merít az új pasid? kérdezte kélyes a kol. Don, remek ember, mondta nem valami nagy meggyőződése Cameron. Meghagyja a függetlenségemet, akkor meg, semmikor, felelte a lány, és azt kívánta, bárcsak hagyná már békén a barátja. Tényleg jól vagyok. De nem volt jól, teljesen összezavarodott. Az előző vikend a tengerparton idillikus volt, kellemes és szórakoztató, aztán a fantasztikus szex, mert Don mester volt a hálószobában, de máshogy is, ha ugyan elmentek bárhová. De kedden közölte, hogy írtózik a temetésektől, hm, ki nem, és nem tud elmenni Marti temetésére kameron nélkül. De persze muszáj ott lennie, tekintettel a legjobb barátja hugára. És ki a legjobb barátja? Ryan Richards. Így hát Cameron vele ment, bár nem szívesen. Amint belépett a templomba, az első, akit meglátott, Ryan volt találkozott a tekintetük, és kész. Cameron ugyan azt érezte, mint azon az estén a kofsz előtt. Gondolkodásra késztető pillanat volt ez. Később, amikor mindenki Richard házába ment, sikerült néhány percet kettesben tölteni a Kiment a hátsó teraszra, amíg Don másokkal beszélgetett, és rögtön ott termett Ryan, Szia! Mondta. Szia! Felelte a lány. Hosszan nézték egymást, szikrák röpködtek. Hát, remélem, Évi jól van, mondta kissé kótyagosan kameron. Nem szívesen mondom, de szerintem jobb lesz neki így. És te? kérdezte a lány, látva, hogy a férfi megviselt. Minden rendben? Voltam már jobban, felelte Ryan, leküzdve az őrült vágyat, hogy megragadja a lány kezét és elrohanjon vele. Hát te? Mindketten igen udvariasak voltak, pedig az most vajmi keveset számított. Cameron nem a férfi szavaira figyelt, rapul ejtette az a kékségesen kék szem. Annyira átható, annyira szexi, annyira csábító. Ryan közelebb hajolt a lányhoz, és halkan mondta. Gondoltam rád, a legjobb barátommal jársz, köszörült a torkát. Nem csoda, ha eszembe jutsz. Pozitív értelemben remélem. Cameron, mondta őszintén Ryan. Csak azt szeretném, ha boldog lennél, és ha Don boldoggá tesz. Boldoggá tesz. Vágta rá a kerleténél gyorsabban a lány. Valóban? Igen, mondta csöppet sem meggyőzően Cameron. Hát, ez nem úgy hangzott. Pedig úgy van. Don nem egyszerű eset, tudod, hírhet. Szereti a nőket, de tovább szokott állni. Miért óvsz folyton az állítólagos legjobb barátodtól? mert talán nem szeretném, ha fájdalom érne. És tényleg számít neked? Tudod, hogy igen. Hé, 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 mi folyik itt kettőtök között? Jelent meg mellettük Don. Illegális viszonyt próbáltok kezdeni a hátam mögött? Ezen az ostoba ötleten maga is elvigyorodott. Ráhajtanál a csajomra, mi, Ryan? Úgy van, felelte, erőltetett mosolya rájön. Most terveztük éppen a szökést. Később az úton vissza a paradíszhoz Don azt mondta. Tudod, rájen komolyan kedvel téged. Jó, hogy én találtam rád előbb. Ezt miből gondolod? kérdezte Cameron. Nem tudom, rájön valahogy más a közeledben, mintha beléd lenne esve. Csak képzeled, mondta kalapáló szívvel a lány. És azóta is azon törte a fejét, hogy a szakítson Donnal. Ma este fél és Lukis Standardhez mennek vacsorára. Talán ma este megmondja Donnak, hogy vége. Hiányozni fog, de Cameron tudta, hogy egyszerűen nem Don az ikvöző. Luki körül a házat, hogy ellenőrizze, rendben van-e minden a nagyon is fontos vacsorához. Phil mindenben segített. Amióta Loki rajta kapta az immár nagyon is volt titkárnőjével, azt se tudta, hogyan keresse az asszony kegyeit, és szakadatlanul ajándékokkal bombázta. Lukit nem érdekelték az ajándékok, csak a forgatókönyv meg a vacsora érdekelte mert ezek voltak az újrakezdés legfontosabb kellékei. Mihelyt Luki beabatta őt a tervébe, fiú megváltoztatta az est dinamikáját. Nem akarunk tömeget, figyelmeztette Luki. Két producer több, mint elegendő. Maradjon csak Ryan és Hamilton. Biztosan ők a legmegfelelőbbek. Biztosan, senki nem fogja elolvasni a forgatókönyvet, amíg itt vannak. De Hamilton és Ryan mindig is versenytek egymással. Mindketten haza fogják vinni. Ryan maga fogja elolvasni. Hamilton elolvastatja valamelyik emberével. Ki tudja? Talán versengeni fognak azért, hogy megcsinálhassák. Phil el akarta olvasni a könyvet a nagy este előtt, legalábbis ezt mondta. Loki nemet mondott, mert azt akarta, fél is csodálkozzon a többiekkel együtt. Kíváncsi volt, mit szól majd fél, ha meglátja Marlont. Hmm. Egy kis bosszú féle nem is olyan rossz. Mint hogy csökkentették a vendégek számát, Loki úgy döntött, csak egy szakácsot és egy kisegítőt szerződtett. Az utóbbi szolgál majd italosként is. Parkoló fiú pedig nem kell, Hatalmas felhajtójukon, amely igencsak távol volt a főúttól, tucatnyi autó is elfért. A gyerekeket elvitte a dadus, az állatokat beterelték a faházba, az asztal meg volt terítve, már csak a lukinak kellett elkészülnie. Érezte, hogy különleges este lesz. Menj, vagyok! kiáltotta Linda, amint kissé késve Beri magát a paradízbe, és megvillantotta a gyűrű súlyán a kis brilliáns gyűrűt. Carlos tegnap este megkérte a kezemet, és azt feleltem, igen, igen, igen. Mindenki a lány köré gyűlt, Dorian már is magyarázta, milyen legyen a mennyasszonyi ruha, és hogy hozzá milyen csokrot kössenek. Örülök neked, ölelte meg Lindát Cameron. Erre vágytál már nagyon régen. Hé, mindenki, ezt meg kell ünnepelnünk, jelentette be Kol. Ó, bár, ma este nyolckor. Benne vagytok? Te jó ég, kiáltott fel Cameron, mert eszébe jutott standard vacsorája. Ma este nem tudok menni, megígértem Donnak. Mondd le, szólt rá élesen Dorian, ami mindenki jegyzése fontosabb bárminél. Nem tudom lemondani, de később megpróbálok oda menni. Ha, húzta fel az orrát Dorian, mégiscsak jobb volt, amikor nem volt pasint. Csak hogy tud, vágott vissza Cameron. Mindig volt pasin, csak nem tudtatok róla. Aha, most már értem, miért nem tudtalak soha összehozni Carlos barátjával. Kiáltott fel Linda. Titkolózófajta – fajta, állapította megkol. Hm, ha tudnák, mennyire az. Amiről eszébe is jutott, nem lenne már ideje tenni valamit a vállás ügyében. De talán Don gyilkos ügyvédje segíthetne. Csak az a baj, hogy Donnak se el, hogy férnél van. És most, amikor éppen szakítani akar vele, nem volna időszerű közölni. Két dolgot vett tervbe. Először is szakít Donnal, másodszor, hogy kerít magának egy saját ügyvédet. Bárcsak ne kellene elmennünk ma este, marogta Ryan. Muszáj, felelte Mendi. Loki sosem bocsátaná meg, ha két órával vacsora előtt lemondanánk. Annyit fáradoztak, és nem volt náluk vendégség évek óta. Ryan végig gondolta, milyen nehéz hete volt. Evivel, meg a fiúkkal, Marti öngyilkosság után. Ő intézett mindent, persze magát a temetést is majd felmondta a házbérletet, foglalkozott Marti végrendeletével, bár nem hagyott hátra semmit, és további ezernyi aprósággal. Fáradt volt, és még mindig nem szólt Mendinek a vállásról. Valahányszor hazament, valami mindig közbejött. Amire a legkevésbé vágyott most, az ez a vacsora volt. Kameront látni a donnal a temetésen, az sem javított a hangulatán csak arra emlékeztette, mekkora csapda az ő szeretetlen szex nélküli házassága. És amit csak rontott a helyzeten, hogy Don nem állhatta meg, hogy ne vigyorogjon. A legjobb barátjának most aztán tényleg megvolt mindene. És Cameron, ő is ugyanilyen boldog. Don az a férfi, aki lenni akar. Nyilván ő az, hiszen senki sem kényszeríti rá. Ha hozzám költöznél, mondta amikor Cameron kinyitotta a kis háza ajtaját, nem kéne bujkálnom a fotósok elől, és mindig más útvonalon jön, nem érted. Igaz, mosolygott Cameron, de szereted átverni őket. Élvezed a játékot, és eddig sikeres is voltál. Bizony, helyes eddon. A plegy kalapokban még mérj lenne -el járok. Mit szólsz hozzá? Hmm, oda lehet az örömtől. Szegény kislány, igazán sajnálom. Nem igaz. Tényleg szívtelennek tartasz? Nem, csak nagy játékosnak. eszembe, Miss Paradis, meg kell mondanom, hogy szédületesen néz ki ma este köszönöm. Nem, nem szükséges, ez tény, kísérte ki a lányt számos kocsia egyikéhez don. Ez az új játékszerem, mutatta büszkén, egy Bugatti Veyron. Azt nem tette hozzá, hogy a leggyorsabb és a legdrágább sportkocsi. Majdnem egy millió dolcsiba fájt. A talsó biznisz virágzott. ha füttyentett el ismerően Cameron. Mutatós darab, de én maradok a mustángomnál. Don nevetve nyitotta ki a lány előtt a kocsi ajtaját. Fóra egy lány vagy, mondta. Neked semmi sem imponál. Hé, Don, mondta Cameron, mert eszébe jutott linda Ha hamar végzünk a vacsorán, elmehetnénk az obárba. Paul és Dorian kis ünnepséget szerveznek Lindának. Carlos végre eljegyezte. Ki az a Linda? És hol van az a Zobár? Cameron bosszantotta, hogy Don nem emlékszik a munkatársaira, pedig többször járt a paradízben, és mindenkivel találkozott. Talán nem voltak Donnak eléggé híresek. Nem, Don nem olyan, csak feledékeny. Jaj, nem! Hogy felejthetted el Lindát? A recepciósú. Gyönyörű, az óbár pedig felkapott meleg bár Santa Monikában. Jól van, ha idejében végzünk, beugrunk, de csak akkor, ha az éjszakát az én házamban töltjük. Muszáj erre igent mondanom. Muszáj. Még egy éjszaka már nem számít. Persze, ha Ryan szingli volna és várna rá, de hát Ryan elképesztően nős. Anyja semmit sem értett. Hamilton 24 órája otthon volt és hozzá sem ért. Nem rendelt házhoz drágba prostituáltat sem, hogy nézze, amint szeretkezik anyjával, miközben ő elélvez. Ez nem volt jellemző Hamiltonra, aki Viagra segítségével meglehetősen jelentős nem vágyja a bírt, kivált, ha hetekig távol járt. Anyát nem zavarta, ha más nőkkel kellett szórakozni a Hamilton kedvéért. Gondolatban bárkit átváltoztatott velmává, hiszen ő volt az egyetlen lény, aki iránt érzett valamit. Nem tudta, mit csinálhatott Hamilton Japánban, nem kérdezte. A csend hatásosabb eszköz volt. Hamilton egy ruhát hozott neki, a testére simuló, két oldalt, erősen s skarlátvörös szatérruhát. Ma este ezt veszed fel, közölte bele. Elmegyünk? kérdezte anyja. Igen, egy vacsorára vagyunk hivatalosak Lucky és Fél házába. Találkoztál velük Mendinél. Anya emlékezett egy magas, feltűnően szép nőre, akinek hosszú, korom fekete haja volt, meg egy mackós, nagy darab férfira. Az a férfi Ryan mellett Amsterdamban az élő szexó alatt. Anya emlékezett rá, hogy harsokba nevetett és tapsolt. Amikor Los Angelesben találkoztak, a férfi nem ismerte meg őt. Mert is ismerte volna meg, a férfi szemében anyja csak egy eldobható szajha volt. Anyja ekkor megutálta. Miért lenne más ez a mai este? Hamilton most arra kényszeríti, hogy ennek a férfinek a házába menjen, egyen az ételéből, nézze az undorító pofáját. Ott lesz Mendi és rájem is, hiszen mind barátok. Igen, és anyja rettegett a találkozástól velük. Délután bement Hamilton dolgozó szobájába. Nem érzem jól magam, mondta. Zavarna, ha ma este itthon maradnék. Hamilton szeme gorna szószikrázott. Igen, Pola, mondta, összeérintve az ujjai hegyét. Nagyon zavarna. Hét harminckor indulunk, addigra légy kész. Cameronnak sejtelmesen volt arról, hogy Greg akkor látogat el a házába, amikor csak akar. Mindig tudta, hol van Cameron, tudta, mikor helyezi el a két kutyáját a japán szomszédnál. Tudta, mikor és pontosan hánykor jön a takarítónő, hetente kétszer, kedden és pénteken, kilenc és egy között. Amikor Cameron távol volt, Greg úgy használta a házat, mintha az ő otthona lenne, és bizony a szempontból az is volt. Elvégre házasok voltak, vagy nem? Ő volt Cameron férje, vagy nem? Megvoltak tehát a saját jogai. Sportot nézett Cameron tévéjén. Itta a piáját, ette a rákcsálnivalóit, valóit. Zsiborázott a hálószobájában. Tulajdonképpen azt csinált, amit akart de főleg szemmel tartotta a konyha asztalon hagyott határidőnaplót. Már nem kellett követnie Cameront, mert mindig tudta, merre jár. A határidőnapló sokat segített. Miután a hétvégét híres pöccsel töltötte, Greg megfigyelte, hogy csak kétszer találkoztak. Egyszer Cameron temetésre ment híres pöccsel. Oda Greg követte. Nagyon nyomasztó volt csütörtök este pedig csendesen megvacsoráztak egy csendes étteremben. Cameron munkamániás lett. Az ideje zömét a paradízben töltötte, ahonnan néha eljárt magánkliensekhez. Egy nap, amikor Greg biztos volt benne, hogy Cameron nincs ott, a férfi beállított a paradízbe, és bemutatkozott a csinos kis mexikói pinának, aki a recepción ült. Azt mondta egy nagy sportmagazin riportere Ausztráliából, Sydneyből, és információra lenne szüksége, hogy írhasson erről a szép új helyről a magazinjában. Fantasztikus, pillogott rá Linda, de inkább az egyik tulajdonossal kellene beszélned. Kik a tulajdonosok? szemezett a lánya a greg. Kól itt van, de éppen dolgozik valakivel, és Cameron, de ő most nincs itt. Kár, határidőm van, és muszáj még ma beszélnem valakivel. Egyébként ki az a Cameron? Cameron Paradis. Róla neveztük el a klubot, mert ő hozta létre. Bocsika nyúlt a telefonért. És téged, hogy hívnak? kérdezte Greg, amikor a lány letette. Linda, Felelte kacéran a lány, mert elveszte a férfi érdeklődését. Greg ravaszol bánt Lindával, meghívta egy szendvicsre ebédszünetben, és megígérte, hogy valami nagyon szépet ír majd a Paradisztról a magazinjában, és majd elküldi neki, hogy meglephesse vele a főnökeit, és learathassa a dicséretet. A fényképedet is oda tesszük, ígérte. Egy gyors a szendvics mellett Linda mindent elmesélt, azt hívén a nagy cikkhez lesz. Na na! álmodban te kis szalmahelyek paródia. Szóval, Cameron senkinek sem árult el, hogy férjes asszony. Értekes. És most nagyban jár híres pöccsel, mintha semmi gondja nem lenne. Eljött az ideje, hogy kipukkassa -e ezt a nyavajás buborékot eljött az ideje, hogy visszavegye a feleségét. Először Hamilton és új hitves érkeztek meg. Luki maga fogadta őket az ajtóban, mélyen kivágott ruhát, hozzá vadonatúj, brilliánssal ékesített aranyláncot és órát viselt hosszú fekete hajával és porcelán bőrével hatásos és nagyon szexi volt. Úgy örülök, hogy el tudtatok jönni, csókolta meg Hamilton mindkét orcáját anyja, Polát csak kézmozdulattal köszöntötte. Féltem, hogy Tokióban ragadsz és lemondod. Én soha nem ragadok sehol, közölte Hamilton. Mindig tartom magam a napi rendemhez. Meghiszem azt, mondta kacéran Luki. Amikor együtt dolgoztunk, akkor is annyira precíz voltál. Pillogás a hosszú szent pillákkal. Ezt szerettem a veled való munkában, a rendíthetetlen elhivatottságodat. Hamilton nyomban sejtette, hogy a színésznő akar tőle valamit. És nem kétséges, hogy a mai este során rá fog jönni, hogy mit. Utálunk Don és Cameron érkezett. A mindig jóképű és elbűvölő Don most is megcsilogtatta öniróniáját. Cameron igazán bájos volt sejem nadrágjában, lazatopjában. Phil buszban játszotta a szívélyes házigazdát, az italost kiküldte a konyhában, hogy segítsen a szakácsnak, és maga töltött mindenkinek. Izgatta, mit tartogathat Luki. A forgatókönyv bemutatása talán bosszantó lesz, de mindegy. Ő tartozik annyival Lukinak, hogy benne legyen a játékban. Amint ryan beléptek, Mendi rögtön rájött, hogy válpánt nélküli bíborvörös Rodriguez estéjében ez a peretti ékszereivel túlöltözött. Hol vannak a parkoló fiúk és a személyzet tagjai? akiknek a szerződtetését Loki lelkére kötötte. Miért fél az italt? De ami még dühítőbb, mit keresik Hamilton? És Don Verona azzal a tolakodó szőkeséggel, aki elcsábította Dont mérjellentől. Hol vannak a többiek? suttogta szándékosan hangosan Luki fülébe. Változott a terv, Játszott az ártatlant, Luki. Nem mondtam. Nem mondtad, sziszegte Mendi. Ki jön még? Ennyi, felelte Luki. Fél úgy döntött, jobb a kis társaság. Hm, köszönöm, hogy szóltál, mondta Mendi, aki nem tudott uralkodni sértődöttségén. Sajnálom, felelte Luki. Jobban izgatta a meglepetés, mint Mendi sértettsége. – És megkérdezhetem, mit keresik Hamilton? – fortyogott Mendi. – Félaparta farta! – válaszolta Luki, és kimenekült a konyhába ellenőrizni a szakácsot. Mendi tühös volt, elegáns estére számított érdekes és fontos vendégekkel. Ehelyett itt találta az apját az új nejével, és dönt az ügyeletes macájával. Miért öltözött ki? Minek ment fodrászhoz? Hmm, nem érte meg. Menjünk haza minél előbb, súgta Ryannek, amik fél ital töltött nekik. Ryan valójában nem is hallotta. Azon igyekezett, hogy szemkontaktust kezdeményezzen a szabad túlsó felében lévő kameronnal. Luki szólhatott volna, hogy csak egy kis vacsora lesz, nyafogott Mendi. Tudtam, ma minden nap beszéltek, mondta rájén. Úgy is van, ezért nem értem, miért nem szólt. Itt jön az apád, mondta rájén. Oda megyek köszönni Donnak, és a vodkájával a pamlakhoz indult. Hamilton szívélyesen üdvözölte a lányát. Hogy vagy, drágám? kérdezte. Remélem, jól annyira nem volt jellemző hemélt arra, hogy a hogy léte felől érdeklődjön. Talán öreg korára gyengédebb lett. Anyja mozdulatlanul állt a férje mögött, meglehetősen kurvás ruhájában, morcosan. Mendi már az apja legújabb feleségének a látványától is rossz kedvű lett. Minden rendben, mondta Mendi. Biztosan hallottad, hogy Ryan hugának a férje szétlőtte a fejét. Nem, felelte minden érdeklődés nélkül Hamilton. Japánban jártam helyszíneket keresni. Újabb nagyfilmen dolgozol, kérdezte Mendi, azon tűnődve, vajon Hamilton mikor fejezi bárbe? be. Majd nem hetven éves. Nem volt még elég a rivalda fényből. Mendi szerette volna, ha az apja átadná a cégét Ryannek, és a Ryan elfogadná azt de egy hamar nem lesz ilyesmi. Mint mindig, nyújtotta oda a poharát félnek Hamilton, hogy töltsön még, és folytatta. Hogy van Ryan? Először azt kérdezte, hogy van Mendi, most meg, hogy van Ryan. Mi tört belé? Mert nem kérdezed meg tőle, mutatott a férjére Mendi. Ott van. Valami probléma van kettőtökkel? nézett áthatóan a lányára Hamilton. Mendi érezte, hogy elpirul. Ó, igen, Hamilton örülne, ha rájenne, problémáik lennének. Hogy kérdezhetsz ilyet? Próbálta megőrizni nyugalmát Mendi. Hamilton a maga bosszantó módján felnevetett, és elfordult, hogy fillel beszélgessen. Anyja Mendire bámult. Ha azt képzeli, hogy itt maradok és beszélgetek vele, nagyon téved, gondolta Mendi. Fogta a poharát, odament Ryanhez, Donhoz, meg az új barátnőjéhez, akinek a nevét nem tudta megjegyezni. Nem számított, ő méri ellen oldalán át, és ha jól ismerte Don, ez a nőszemély úgyis csak ideiglenes pótlék. Hát már Loki gyorsan szót a szakáccsal, aztán a ház hátsó részébe szaladt, ahol egy cselét szoba kamrájában dugta el Marlont, akit már korábban becsempészett a házba. Marlon ideges volt. Nem értett egyet Loki tervével, hogy meglepetésnek szánta őt meg a forgatókönyvet. Mi van, ha Phil Standardnek nem tetszik? És ha a terv visszaüt, és senkinek sem tetszik? Légy észnél, légy jó fiú, nyugtatgatta Luki. Senki nem fogja itt elolvasni, haza fogják vinni. De te meg én elmeséljük a lényeget. Méghozzá olyan lenyűgözően, hogy talán már itt és most vevő jelenkezik rá. Phil legalábbis így képzeli. És mikor jöhetek ki? nyafogta a kölyök. Szenvedek ebben a bezártságban és ebben a jobban, Légy türelmes, előbb eszünk. És velem mi lesz, ropogtatta az új percét Marlon. Ezt a rossz szokást az utóbbi időben vette fel. Én is éhes vagyok. Hozok neked kaját, mondta Luki, és arra gondolt, most teljesen olyan, mint egy nyűgös, kilenc éves kisrác. Marlon nem jól viseli a nyomást. Ezt nem árt megjegyeznie. A vacsora avokádó és rák salátával indult. Ezt igen vékony marha szeretek követték burgonya pürével és vegyes zöldséggel. Az asztalnál szó esett mindenről, a szextől a politikáig. Phil szeretett a szexről beszélni, abból mindig élénk társalgás keveredett. Az egyik kedvenc játéka a ki volt a leghíresebb ember, akit megduktál volt. Általában ő nyert, de mivel Hamilton és Don is az asztalnál ült, most fél szóba se hozta. Inkább arról tartott előadást, mennyire szeretik a politikusok a kurvákat. Szeretik a mocsokba dugni a farkukat, károgta. Hát nem tudják, hogyha fizetnek érte, előbb-utóbb úgyis lebuknak. Mindenki lebukik, mondta bölcsön Hamilton. Senki nem úszhat meg semmit. Egyenesen a vele szemben ülő veje szemébe nézett. És az rájén. Mért engem kérdezel? kérdezte bosszusa rájén. Igen, miért őt kérdezed? szállt be is. Ha ebben a szobában van ember, akinek nincs titkolni valója, az rájén. Anya tekintete rájéről a férjére rebbent. Hamiltonna határozottan történt valami. Van ennek valami köze Ryanhez? Nem, az lehetetlen. Hitt Ryannek, amikor azt mondta, hogy nem árult el senkinek. Ryan Richards tisztességes ember. Póla, fordult Hamilton először a feleségéhez, amióta megérkeztek. Te mit gondolsz erről? Szerinted van titkolni valója? Anya vállat vont, igyekezett kifejezéstelen arcot vágni, bár szinte beleborzongott a rossz előérzetbe. Alig ismerem ryan mondta végül. Nem én vagyok a megfelelő ember, hogy válaszoljak erre a kérdésre. Te jó ég, Hamilton, bömbölte fia. Honnan ez a nagy érdeklődés benned ma este, szegény Ryan iránt? Tett valamit, amiről nem tudunk? Hamilton szeme résnyire szükült. Talán, mondta vészjóslóan. Ítéljétek meg ti! Ezzel benyúlt a belső zsebébe, és kivett egy borítékot tele Egyenként vette elő a képeket, és körbeadta őket az asztalnál. Nos, mit gondoltok? kérdezte fenyegető arccal. Van rá ennek titkolni valója, vagy nincs? Szombat reggel Greg iszonyúan másnaposan ébredt az ágyában egy snasz kameron hasonmással. Napvilágnál a lúvnya annyira hasonlított kameróra, mint Greg anyja, akit gyűlölt felébresztette a dögöt, kitette a szűrét, ült az ágyon, és azon agyalt, mi a fenét is csinál. Egy olyan nő után nyomoz, aki már amúgy is az övé. Az átkozott házasság törő ringyó után, aki majdnem megölte. Úgy bizony, amikor ott hagyta, halottnak hitte, ő megélte világát. Lassan a teste ribanc. Éppen itt az ideje, hogy visszakövetelje az asszonyt. Miss Cameron Paradíz a fellegekben jár. Ideje hát, hogy megismerje a valóságot. És ugyan hol lehetne jobban, mint a barátai és a híres pöcselőt, aki azt sem tudja, hogy férjes asszony. A hét folyamán látta, hogy Cameron beírta a határidő naplójába. Szombat vacsora standardéknál Donnal este nyolckor. Nagy volt kis társaság. Gregnek mindegy volt. Tulajdonképpen követte cameron -t. Ma van a büntetés éjszakája. Greg szinte egész délután ivott azokkal a lármás osztrálokkal, akiket a Venik parti sétány egyik kocsmájában fedezett fel. Vadbanda volt, de Greg... A legtöbbjüket azt alá tudta inni, még maradt is hely. Később elfoglalta az őrhelyét Cameron háza közelében, és várt, amíg híres pöcs meg nem jött az asszonyért. Cameron beült a kocsiba, elindultak. Greg diszkrét távolságból követte őket, túl Brentwoodon fel a dombok közé. Standardék, bárkik voltak is, jó messzire laktak, a főút vonaltól egy nagy, zegzúgos házban. A nagy birtoknak kerítése és kapuja volt, ám a kapu nyitva állt. Gazdag emberek nagy házakban. Hollywood tele volt velük. Greg leállította a kocsiját a nyitott kapu előtt, és az ülés alól kivette egy üveg skót amelyet már megkezdett. Másnaposságra az évás a legjobb gyógyír. Néhány kiadós kort után gyalog indult el a hosszan kanyargó felhajtón a ház felé. Már is jobban érezte magát. Az, jobban és tetre készen. Csak az volt a baj, hogy maga sem tudta, mit akar tenni. De bármi legyen is, azt elhatározta, hogy el nem megy a szajha felesége nélkül. Cameron az övé, és ha ő nem kaphatja meg, ne kapja meg más se. Ahogy körbe mentek az asztal körül a fényképek, mindenki másképp reagált rájuk. Mendi döbbenten felsikoltott. Anyja rezzenéstelenül nézte a leleplező képeket. Cameron hitetlenkedve rázta a fejét. Don hangosan füttyentett. Phil elfojtotta kitörni készülő röhögését. Loki dühöngött. A forgatókönyvének kellett volna az est szenzációjának lenni. Ez mindent tönkretett. Ryan pedig szóhoz sem jutott, mert rájött, hogy valamiképpen csőbe húzták. A hat fénykép őt ábrázolta anyjával Donházában, Anyja mesztelenül állt előtte, ő azonban, hál' Istennek, teljesen fel volt öltözve. Ryan pontosan tudta, miről szólnak a képek, de az avatatlan szemlélőnek egész másról meséltek. Nos, van mit rejtegetni? recsegte Hamilton, és határozottan élvezte a helyzetet. Disznó! No, sziszegte a férjének mendi. Hogy tehetted ezt apucival és velem? Ez nem az, aminek látszik nyögte királyen, és képtelen volt az asztal túloldalán ülő kamerára nézni. Szent ég, mit gondolhat most róla? Határozottan úgy érzem, hogy ez pontosan az, aminek látszik mondta hidegen Hamilton és úgy látszik, éppen megdudni készülsz a feleségemet amíg én szerencsére távol vagyok. Attól a pillanattól fogva tudtam, hogy semmire kellő vagy, hogy Mendi hazacipelt, és most ez be is bizonyosodott. Ryan anyjára pillantott. Most lett volna itt az ideje, hogy a lány beszéljen, hogy megmentse, ahogyan ő tette hét évvel korábban vele. De anyja hallgatott, az arca kifejezéstelen maradt beszélgettünk, és semmi több. Próbált magyarázkodni Ryan, bár rájött, hogy igen, csak hangzik. Beszélgettetek, sziszegte Hamilton. Igaz ez, Pola, drágám. Ti ketten csak beszélgettetek. Anyja lesütött szemmel hallgatott. Igazán sok megbeszélni valótok lehetett kettőtöknek, mondta gúnyos mosolya a Hamilton. A feleségemnek, meg a férfinak, aki feleségül vette a lányomat. Mindenki meglepődött, amikor Mendi felugrott, és felpofoszta rá Te disznó, sívította immár másodszor. Hogy mertél így megalázni? Don is felugrott. Mondok én valamit, Hamilton, kezdte dühösen. Nagyon nem tisztességes tőled, hogy ezt kiteregeted itt ma este. A ti dolgotok nem a miénk, és egyikünknek sem tetszik, hogy belerángatsz minket. Nagyobb tekintettel lehetnél a lányod érzéseire. Miféle apa vagy te? Nagyon nagy lelkű apa, felelte fagyosan. Olyan apa, aki odafigyel arra a szemétládára, akivel a lánya él. Ó, gúnyolódott ezek szerint nem a te feleséged látható a képen pucéron, ugye? Nagyon szépen kérek mindenkit, próbálta az eseményeket normális mederbe terelni Luki. Bár a lelke mélyen tudta, hogy ez lehetetlen. Annyit tervezgetett, szervezkedett, és most ez. Az örtög vigye hamilton sose kedvelte. Nem csillapodnátok le, Sajnálom, Luki, mondta Don. Cameron meg én megyünk. Ez nem a mi dolgunk, és nem is kívánunk belekeveredni. Cameron vállára tette a kezét, a lány pedig hátréptolta magát a széken, hogy felálljon. Ekkor hatalmas csörömpölés hallatszott a konyhából. Te jóságos ég, jajdult fel tehetetlen dühében, Luki. Mi volt ez? Fél felállt. Kérlek benneteket, hogy mindenki maradjon a helyén, vette át az irányítást. Rögtön jövök. Amint a konyha felé igyekezett, a fényképeken látott lányra gondolt. Tom feleségére. A mesztelen képek valamire emlékeztették Filt. Meztelen nőt Fil sosem felejtett el, ezt pedig már látta. De hol? Nem igazán tudta elhelyezni. Amikor belökte a konyha lengőajtóját, egy fegyveres férfival találta magát szemben. Jóságoség! Ha ő írta volna az este forgatókönyvét, sosem jutott volna eszébe ilyesmi. A szakács meg a kisegítő megkötözve feküdtek a padlón. Mintha a korábbi nem lett volna elég, most valaki erőszakkal behatolt a házába. A fenébe! Hol lehet a pánikom? Nem emlékezett rá. Este itt cimbora, mondta a fegyveres. Nagy darab férfi volt, harminc körüli, viharvert és barnára sült ábrázattal. Nem kell megijedni, ez csak amolyan társasági vizit. A büdös életbe egy osztrál betörő, aki azt hiszi, hogyha udvarias, megúzhatja. Csak nyugalom, mondta a szokásosnál lassabban film. Oda vezetem a széphez, kivehet, amit csak akar, és elmehet. Senki sem fogja az útját állni. Nem, nem kell pénz, mondta a betörő, akiből dőlt a viszti szag. Bár némi kápénak mindig hasznát tudom venni. Hát akkor ékszer számítógép. Átkozott túl nagy lelkű vagy cimbora, de igazándiból a feleségemért jöttem. A feleségéért? kérdezte Phil, és járt az agya. Lehet, hogy ez a fickó valamelyik őrült rajongója a múltból Lukinak. Hm, lehetséges. Luki változatlanul rengeteg rajongói levelet kapott, és némelyik teljesen elmebeteg és oszcén volt. Úgy biza, mondta a fegyveres, az Isten vertek gonosz feleségemért. Phil mély lélegzetet vett. Ez az este percről percre tébolyultabb. Aztán hirtelen arra gondolt, hát ha a dolognak köze van Luki forgatókönyvéhez. El tudta képzelni Lukiról, hogy ő teremtett őrült helyzetet, hogy ezzel is őt akarta büntetni a félrelépéséért. A talán valódi, talán átbetörő, félre fogta a pisztolyát. Nagy erünk visszafelé, nézzük meg a barátaidat, parancsolta. Phil sűrűn pislogott és a szakállát simogatta. Természetesen, felelte engedelmesen, Phil standard áll a szolgálatára. Megyünk, mondta halkan kameranak Don. Ezt nem veszi be a gyomrom, ugye nem bánod? Dehogy felelte Cameron. Közben Mandy ordítozott Ryan-nel. Nagyon sajnálom, Ryan. Én is, de nem itt és most kell tisztáznunk a dolgokat. Ryan nagyfiú, majd megoldja. Cameron törte a fejét, valójában miről lehet szó. Ryan nem az az ember, aki félrelépne az apósa feleségével. Na, no, meg aztán a képeken teljesen fel volt öltözve, így hát valami nem stimmelt. Luki fordult a kétségbesett háziasszonyhoz, Don tényleg mennünk kell, tudom, hogy megérted. Luki semmit sem tudott kitalálni, amivel marasztalhatta volna őket. Amint Cameron és Don az ebédlő ajtaja felé tartottak, Hirtelen bependerült az ajtón fél. Kis híján felborított a kameron. Mögötte egy fegyveres férfi. Cameron visszanyerte az egyensúlyát, aztán megtermett. A fegyveres férfi Greg volt. A férje. Akitől azt hitte, évekkel korábban sikerült elmenekülnie. Marlon egyre idegesebb lett, és egyre jobban kiütötte magát. Luki úgy sem pészte őt be a házba, mint valami bűnözőt, és egy ablaktalan cserét szobába dugta. Nincs valami törvény arról, hogy a szobához ablaknak is kell tartoznia. De igen, Marlon ebben biztos volt. A Lukival lebonyolított üzlet nem egészen úgy zajlott, ahogyan elképzelte a forgatókönyvírást. Nem voltak rendes megbeszélések. Luki néha elugrott hozzá, és a kezébe nyomott néhány odafirkadtott ötletet. Nem voltak elegáns ebédek az ügynökeivel. Marlon maga intézte az ügyeit. Tíz grandot kapott KP-ben, hogy írja meg a könyvet. Szerződés sem volt, sehol semmi. Marlon ügyvéd apja síkító frászt kapott volna, ha megtudja, mibe ment bele a kölyök. De a francba Ruki Lyonszal dolgozott a nagy Óram, Óram, atyám, hányszor játszott magával azokra a dudákra gondolva a magányos éjszakákon. És most látta őket, közelről és személyesen, és ez többet ért minden bacak szerződésnél. Luki valamivel korábban beugrott Marlonhoz egy tál hideg kajával, mintha ezzel megoldotta volna a kölyök éjségét. Marlon mindent felfad, de még mindig éhes volt. A harmadik füves cigire gyújtva a nemi életének felidézésével próbálta elütni az időt. Nem volt rossz. Három barátnője volt, három dögös és szexi. 19 éven aluli kis csaj. És ez volt a gond. Kislányok voltak, és nem nők. Marlon pedig rászokott az éretnőkre. Cameron Paradis óta hozzá hasonló nőre vágyott. Nem mintha hosszú filozófiai beszélgetéseket folytattak volna, vagy ilyesmi, de az ágyban olyan finom volt. És akkor Cameron egyszerre csak eltűnt, megváltoztatta a mobil számát, és soha többé nem jött vissza. Ha Luki nem táncolt volna akkor vissza, az még finomabb lett volna. Aha, sokkal, de sokkal finomabb. Greg rájuk parancsolt, és most mind a földön ültek sorban az ebédlő fala mellett. A kezében lévő pisztolytól minden hatónak érezte magát, kivált azért, mert senki nem tudta kicsoda, és Cameron még nem nyitotta ki a száját. Eredetileg nem állt szándékában túlszul ejteni egy egész szobányi embert. Úgy képzelte, szétrobbantja a partit, megalázza Cameront és magával viszi oda, ahol a helye van de a körülmények úgy alakultak, hogy amikor megpróbált bejutni a konyhába, az ital felszolgálására szerződtetett ember rátámadt. Ám Greg laposra verte. Aztán betört a konyhába, leütötte a szakácsot is, és mindkettőt összekötözte. Greg erős volt, acélizmú. Hávájon naponta kétszer edzett. Senkinek ne jusson eszébe, gre kingstonnal kikezdeni. Aztán eszébe jutott, hogy pisztolya is van, akkor miért ne használja? Hát előhúzta az övéből, hogy aztán mindenki neki engedelmeskedjen. cameron is beleértve. Szinte elélvezett a felesége arckifejezését látva. Cameron először megdöbbent, aztán megrémült, végül teljes megadás látszott az arcán. Harry Bantz pontosan tudta, miért van ott Greg, de a pasija nem. Héres pöcsre nagy meglepetés várt. Greg alig várta, hogy lássa az ő arcát, amikor megtudja az igazságot. Mielőtt bármit mondhatott volna azonban, megszólalt Cameron, és alaposan feldühítette. Bocsánatot kell kérnem mindenkitől, mondta feszülten. Ez az ember az én, alig bírta kinyögni. Az én férjem. Don megszorította Cameron karját. Mond, hogy nem igaz, sziszegte. Mond, hogy hazudsz. Mi csoda? háborgott Mendi. A férjed? Édes Istenem, ez most rablás? Együtt terveltétek ki? Greg, mondta halkan és kiegyensúlyozottan Cameron. Nem akarod ezt. Tedd le a fegyvert és engedj el minket. Én majd beszélek veled. Bazd meg, hadonászott a pisztolyjal Greg, a ribanc beszélni akar. Elhiszik ezt. A ribanc úgy hagyott ott négy éve Havájon, hogy halottnak hit. Igen, jól hallották. De azért a leginkább donra koncentrált. Azt hitte, meghaltam, amikor elszökött az éjszaka közepén. Felvett az asztalról egy üveg bort, alaposan meghúzta. Kibaszott kómában voltam hónapokon át, de ő szart rá, azt hitte, hogy kipurcantam. A puci, nyögte Mendi rémülten, csinálj valamit. Hamilton fel akart állni, az arca maga a féktelendű. Eszébe ne jusson öreg, fordult felé Greg, nem megy sehová. Hamilton visszajött. Mit akar? kérdezte Ryan, nyugatnak látszott, bár őt is megdöbbentette, hogy a fickó Cameron férje. Mondja meg, és megpróbálom elintézni. Greg vérben forgó tekintete rájemen állapodott meg. Miből gondolja, hogy maga itt a király? Biztosan akar valamit, nyakaskodott Ryan. Igen, őt, bökött a pisztolya Cameronra Greg. Azt akarom, hogy a hazugribanc velem jöjjön. Cameron felállt. Alig tudta elhinni, hogy ez történik, de nem engedhette, hogy folytatódjék. Tennie kell valamit. Oké, oké, elmegyek, mondta. Elbizony, vicsorgott Greg. Minden éjjel az új pasiddal. De azt tudod-e, hogy amint te elmész, ő agyba főbe bassza Méri ellen, hogy is hívjákot, és sikerült még felcsinálnia is. Ezt tudtad, édes feleségem? Az inzsebéből elővette Méri ellen céduláját. Ha nem hiszed, olvasd el ezt, dobta oda a papírt. A cetli a földre húlt, dom felvette. Hol van itt a pánikomb? sokta Lokinak fél. Az asztal alatt, súgta vissza Loki, ahol ősz. Próbálj eljutni hozzá. Megpróbálom. Greg közben újra meghúzta a boros üveget, aztán Don arcát leste, amint az elolvasta a levélkét. Írok magának egy ötvenezer dolláros csekket, ha elenged minket, szólalt meg Hamilton. Ötven ezer, sandított a híres producere Greg. Ennyit érnek magának a barátai. Legyen százezer. Hülyének látszom, emelte fel a hangját Greg. Agyatlan idiótának. Akkor mennyi? kérdezte Hamilton. Azt kérdi, mennyi? Greg elemében volt. Hogy mennyi? Hát mit tudom én, egy vagy két, Mirko. Rendben van, mondta Hamilton. Greg harsogva röhögött, miközben nyakalta a bort. Ti gazdag, kibaszott seggfejek, azt hiszitek, mindent meg lehet verni, ugye? Hát Greg Kingston nem lehet megvenni, hapsikáim, de nem ám. Greg Kingston nem eladó. Cameron ráismert Greg ideg állapotára. Részeg és harcias, erőszakos és fékezhetetlen. Sokszor látta ilyennek, de sohasem volt fegyver a kezében. Mint egy rémálom. Nem lehetett megjósolni, mire képes. Vizet, pihegte Luki. Felállt, a falnak támaszkodott. Ha nem ihatok, elájulok. Greg most először pillantott rá, és a tekintete a hervé léger ruhában köszemléreten dús keblekre esett. Nem te vagy az a színésznő picsa, mérte végig. Láttalak a kék zafírban, támolygott az asztalhoz, Luki. Vizért nyúlt, de a másik kezével az asztal alatt megnyomta a pánikombot. Igen, abban, Greg elégedetten, hogy megismerte a nőt. Loki letette a poharat és visszament a helyére a többiekhez. Sikerült, súgta a Az megszorította a kezét. Cameron nem tudta levenni a szemét Gregről. Titokban tartotta a házasságok mocskos kis titkait. És Greg most ezért volt itt, ezért fenyegetett mindenkit. Ez nem volt helyes. Négy éve elhagyta ezt az embert, aki megverte és megalázta. Akkor el volt törve a karja, az arca pépesre volt verve, és halálosan félt. De most más volt a helyzet, már nem félt. Nem bizony, felnőtt, felfedezte a belső erőit, és olyan önbizalma volt, amilyen korábban soha. Ha rá tudná venni Gregget, hogy menjenek el kettesben, talán senkinek nem esne bántódása. Greg, mondta élesen és tisztán, menjünk, hagyd békén ezeket az embereket, nem bántottak. Bazd meg, kicsi kammi, intázott előre-hátra kóvpoj csizmája sarkán Greg. Jól érzem magam, pénzt ajánlanak nekem, filmsztárokkal találkozom, és ez tetszik nekem. Már értem, miért csiped az itteni életet. Csicsás környezet egy ilyen mucsai libának. És még nézett. Most milyen a tollasbában? Amit tud, mind arra én tanítottam. Kammi szűz volt, amikor összejöttünk. Ó tanuló volt, meg kellett tanítanom szopni is. Ügyesen csinálja. Rohadék, emelkedett felé Don. Greg gyors volt, teljes erőből az arcába vágott a pisztoly markolatával. Don arca felhasadt, ömlött a vére. Mendis sikított. Ryan fel akart állni, hogy tegyen valamit, bármit. De Greg gyorsabb volt. Megpördítette a pisztolyt, ahogyan a mozikban szokás, és a levegőbe lőtt. A golyó a plafonról csapódott vissza. Ez figyelmeztetés volt, hogy nem viccelek, viccorgott Greg. És véssétek az eszetekbe, gazdag szarháziak, hogy a következőt a húsba ereztem. Maradjatok hát a seggeteken, és ne dühítsetek. Marlon igen kellemes, kábítószeres álomba merült. Azt álmodta, hogy egy háremben van, ahol mesztelen, bögyös hárem hölgyek teljesítik minden óhaját. Az álom addig tartott, míg nem hallott valami érdekeset. Hirtelen felült. Lehet, hogy betépet, de esküdni mert volna, hogy lövést hallott. Az órájára pillantott. Már majdnem tizenegy óra, és ő még mindig ott kushatta cselét szobában, mint valami rab. Hát nem ilyen estére számított. Felkelt, járkálni kezdett. Elég ebből a marhaságból három órája raboskodik. Valóban lövést hallott. Nem létezik, csak álmodta. Az asztalra tekintett, ahol ott álltak halomban a bekötött forgatókönyvek a műve hat példányban szétosztásra várva. A mai este kellett volna elkezdődnie annak a pályafutásnak, amelyre igazán vágyott. Nem az ügyvédinek, amelyre az apja kényszerítette. Ideje beindítani a dolgokat, gondolta. Nem ücsörög itt tovább. Óvatosan kinyitotta az ajtót, végigbosont a konyhába vezető hosszú folyosón. Belépett a konyhába, és mit látott? Jó ég. A földön két ürge összekötve, mint egy pár csirke. Vagy túlságosan sok füvet szívott, és halucinál, vagy tényleg ez az ábra. Mindegy, de nem ártana kideríteni, hogy mi folyik itt. Greg egy szobára való embert ejtett túszul, és most nem tudta, mit kezdjen velük. Cameronért jött ide. Nem állt elővenni a pisztolyt, de megtette, ami azt jelentette, hogy komoly baja lehet, ha túl lesz rajta. Az volt a baj, hogy elárulta a nevét, és pofán vágta a pisztolyjal híres pöcsöt, amit nyilván tetlegességnek fognak tekinteni. Bassza meg, Cameron tehet róla. A ribanc felelős mindenért. A legjobb lesz mindenkit megkötözni és lelépni. Úgy van, fogni a nőt és futni. Miközben Greg a következő lépését fontolgatta, Cameron Don arcának vérzését próbált állítani. Don bágyattan a lányra mosolygott. Nem tudtad elárulni nekem, hogy férnél vagy? Mi? Csóválta a fejét. El kellett titkolnod. Igen, felelte bánatosan Cameron. Ahogy te mondtad, titkolózó vagyok. Ki ez a fickó? Valaki nagyon messziről és nagyon régről, és csak hogy tud, nem próbáltam soha megölni. Akkor követted el az első hibát. Közben Ryan nyugtatta Mendit, hogy minden rendben lesz. Hozzám ne nyúj, fröcsögött Mendi, Hányok tőled, gyűlöllek? Ez az egész egy nagy félreértés próbálta magyarázni Rájen, bár tudta, hogy nem fog menni anélkül, hogy leleplezni anyját. Apucinak végig igaza volt veled kapcsolatban folytatta Mendi. Fűtötte a Rájen iránti idő, de félt is. Hálát adok az Istennek, hogy nincs gyerekünk de megpróbáltuk. Tényleg? Húzta el gúnyosan a száját, Mendi. Az első vetélésemnél nem is voltam terhes. A másodikot elvetettem, és tudod, mit rájön, nem sajnálom. A szavai úgy vágtak, mint a is. Elvetette a gyereküket. Mindvégig hazudott rájönnek, ő pedig hit neki, és sajnálta. Azért maradt mendivel, amiről azt hitte, hogy elszenvedte. Rájent mélységes szomorúság töltötte el. Egyszerűen könnyű lett minden. Ha kijutunk innen, végeztünk egymással, mondta. Úgy van, Rájen, sziszegte Mendi, végeztünk. Greg most az asztal szélén hintázott, próbálta kitalálni, mit tegyen. Cameron ismerte annyira, hogy tudja, legjobb, ha mindenki csendben marad. Greg sarokba szorította önmagát, és ez nem volt jó senkinek. Cameron erre pillantott. Mendivel suttogva, de hevesen vitatkoztak. Hamilton nyásat nyelten ült, disztingvált arcán visszafojtott dű. Fiatal felesége a semmibe merett, világos kék szemében üresség. Kameron látta, hogy a lány nem fél, amit különösnek talált. Egy ember fegyvert fogott rájuk, veszélyben volt az életük. A fiatal asszonynak pánikban kellett volna lennie, de nem volt. Fél óvon ölelte át Lukit. Isten verte, Greg, hogy teheti ezt? Hogy gyalogolhat bele az életébe, és tehet többre mindent és ekkor megszólalt a telefon, és mindenki összerezdent. Nem felvenni, kiáltotta Greg, de az csak csörgött. Greg intett Lukinak. A fenébe, vedd fel, és végezd gyorsan. Luki felállt, és dobogó szívvel a telefonhoz ment. Hál' Istennek, hogy a gyerekek nincsenek otthon, csak erre tudod gondolni. Halló! Vette fel a kagylót. Mrs. Standard? Kérdezte egy férfi hang. Igen. Sanders nyomozó vagyok. Jól van? Nem. Van a házukban egy fegyveres? Igen. Tedd le! Parancsolta Greg. Hívja a telefonhoz, mondta a nyomozó. Luki kinyújtotta a karját és átadta a kagylót Gregnek. Magát keresik, mondta, és elájult. Miután Marlon kiszabadította a szakácsot és segédjét, mindhárman kimentek az udvarra, ahol is Marlon előhalázta a mobilját és hívta a rendőrséget. Öregem gondolta, amikor két perc múlva több rendőrautó jelent meg a hosszú felhajtó végén. De gyorsak az ebatták! Kiderült, hogy a házból valami néma jelzést kaptak, azért értek ide olyan gyorsan. A szakács és a segédje egyaránt orvosi ellátásra szorult, tele voltak sebekkel és véraláfutásokkal. Közben egy nyomozó felvette a vallomásokat. Marlon is tett vallomást, bár nem sokat tudott mondani. Én nem láttam az ürgét, közölte a nyomozóval. De azt, szent, hogy lövést hallottam. Mély álomból ébresztett fel, majd összeszartam magam. Maga mit keresett a házban? Tudakolta a nyomozó, mintha Marlonnak bármi közelett volna a dologhoz. Marlon elmagyarázta, hogy Luki meg a forgatókönyv. A nyomozó mégis utasította, hogy maradjon ott, ahol van. Mintha el akart volna menni. Hát nem, az első sorba kapott jegyet egy valódi drámához, és esze ágában sem volt elmenni. Egy órán belül tévés tábok jelentek meg, alaposan feldühítve ezzel a rendőrséget. Csak hogy ostrom állapot volt, így hát nem tehettek semmit. Marlon kiszúrt magának egy fiatal szőke riporternőt miniszoknyában, szomközépig érő csizmában, én oda bent voltam, entcegett. Tudod, ki ez a ház? Hagalmam sincs, felelte a csupa, bodorított fürdből és szájfényből álló pofitra. De elárulod nekem úgyis, ugye? Loki Liancé. Az öreg film sztáré. Ah, nem olyan öreg. Ó, még apukám vitt előtt megnézni a kék, mit tudom én micsodában, 12 éves koromban. Azt hitte, delfinekről szól. Alaposan meglepődtünk. Azt elhiszem, felelte Marlon, megállapítva, hogy Miss Szájfény talán 23 éves lehet. Éppen megfelel neki, hogy a következő nála idősebb nője legyen. Akkor hát kérte a lány, mert felébredt az érdeklődése. Mondj el nekem mindent. Számíthatsz rám, vigyorgott rá bizalmasan Marlon. Greg izzadt és dühöngött magában. Ebből a szarságból valóságos ostrom lett, pedig ő egyáltalán nem ezt akarta. Nem is kétséges, hogy Cameron tehetett róla. Valami segfej nyomozó úgy beszélt vele a telefonban, mintha tökkel ütött idióta lenne. Tegye le a fegyvert, és jöjjön ki felemelt kézzel, és akkor nem lesz semmi baj, mondta a telefonban a nyomozó. Köszönöm szépen, nyomozó úr, hogy aztán megbilincselve küldjenek vissza Haváira. Hát persze, pontosan. Ki hívta a sarukat. Ezt szerette volna tudni. Elszabadult talán valamelyik sekfej a konyhában, azt hívta ide őket. Hé, te! mutatott a pisztolyjal a falnál egyedülülő, vörös ruhás lányra. A lány egyetlen szót sem szólt egész idő alatt. Igen, felelt a lány. Világos kék szemével kifejezéstelenül nézett regre félelemnek egyáltalán nem mutatta jelét. Mi ütött ebbe? A csoport többi tagján látszott a rettegés, hogy Greg mikor bolondul meg és kezd lövöldözni, de ezen semmi. Mi a neved? törölte meg izzadó homlokát. Anyja, felelte fakó hangon a lány. Ryan ilyetten pillantott rá. Miért tért vissza az anyjához, ha egyszer mindenki Polának ismeri? Cameron közelebb hajolt Donhoz. Sikerült elállítani a vérzést, és Don most egy szalvétát szorított a sebre. Jól vagy? kérdezte suttogva a lány. Bármelyik plastikai sebész rendbe tud hozni, mondt vállat szárazon Don. Menj ki, és ellenőrizd a konyhát, anyja! parancsolta Greg. Nézd meg, van-e ott valaki, aztán gyere vissza, vagy golyó tereztek a papát fejébe. Hamilton dűbe gurult. Személyesen fog utána nézni, hogy ez a bűnöző a legsúlyosabb büntetés kapja, ha fülön csipik. Anya lassan felállt, érzék ilyen simogatta le testre simuló, skarlátvörös szatéruhájának szoknyáját. Már tudta, miért vette neki ezt a ruhát Hamilton. Ilyet a prostituáltak hordanak. Hamilton annak látta prostituáltnak. Igaza is volt, hiszen anyja pontosan az volt. Ágybetét, sarkangyal, ribi, cafka, párcás. Amíg fizettek, a férfiak úgy használhatták, ahogy akarták. Leköphették, megalázhatták, verhették kefélhették. Egy darab eladó hús volt. A szex számított. Anyja világában egyedül a szex számított. Mozgás! szólt rá az erősen izzadó Greg. És ha már kimész, próbálj keríteni nekem egy üveg viszkit. Ez a bor szart sem ér. Anyja egyenesen a férfira nézett, érzékeny megnyalta az ajkát. Akarsz dugni velem? mondta érzéki hangon. Nem fog csalódni, ágyban nagyon jó vagyok. Megteszek bármit, amit csak akarsz, akármit. Szentséges ég, kiáltott fel Hamilton. Istenem, kapkodott levegőért Mendi. Greg szóhoz sem jutott. Hogy ez a lány kikezd vele? Hát erre számított a legkevésbé. Kameron vette volna rá. Szórakozik vele ribanc. Ryan felugrott. Megértette. Anyja sokkos állapotban volt. Nem tudta, mit beszél vagy mit tesz, mert most vetkőzni kezdett. Greg pedig rájött, hogy ez tényleg valami trükk. Arra szolgál, hogy valahogyan eltereljék a figyelmét. Nem dől be neki, mert Greg nem ostoba. Őj le ordított rá erre, és remegni kezdett a keze. Te is! kiáltott anyjára apicsába már! De anyja nem hagyta abba. Engedte, hogy a ruha a földre hújon, aztán épp oly mesztelenül, mint a fényképeken, egyenesen Greg felé indult. Cameron-t elfogta a rémület, hogy valami szörnyűség fog történni. Greg, pánikban volt, látta az arcán. Fel akart állni, de Don nem engedte. Maradj nyugton, suttogta a lány farját Markolba. Ő a helyedre, vagy lövök, gyűszítette Greg, miközben anyja kitartóan közeledett felé. Nem baszlak meg, ribanc! Ryan nem bírta tovább, Előrelendült tett egy végső kétségbe esett kísérletet, hogy megállítsa anyját. De elkésett. A pisztoly ismét eldördült, és ezúttal patalszott a vér, és halálos csend lett. Utójáték, másfél évvel később. A kék zafír kettő bemutatója egész Hollywoodot megmozgatta. Jupiter lámpák, vörösszőnyeg, élő internet, tévés tábok a világ minden tájáról. Régi módi, szabadtéri tribünök a kintreket rajongók ezreinek. És természetesen fényűző parti, amelyet vetítés utára terveztek. Natalie de Barge keményen állta a sarat celebek áradatát interjúolta meg, feltette nekik a szokásos ostoba kérdéseket ruvatervezőkről és fodrászokról. De egy-két csípősebb témát is bedobott, mert Natali nem óhajtott örökre szórakoztató ipari tudósító maradni. Önálló tévésót akart készíteni három másik eszes nővel, a Tevív amolyan Los Angelesi változatát. Don Verona megígérte, hogy a produkciós cége segíteni fog az indulásnál. Mert is ne. Cole és Cameron a partnerei voltak a Paradisben, Los Angeles legsikeresebb sportklubjában, és mindenki sokat keresett. Natalie hizelgett a nőknek, flörtölt a férfiakkal, füligérő szája mosolygott, és jó kérdéseket tett fel. Nataliban megvolt ugyanaz a szeretetreméltóság, amely az öccsében is. Ezért a sztárok kellemesen érezték magukat a jelenlétében. Számtalan puszival köszöntötte Birdi Márvelt, a súlyosan szexfüggő babydíva. díva. milyen keserves volt a legutóbbi elvonó de megtalálta Istent, és most éhező gyermekek élelmezését segíti szerte a világon miközben az új CD-jén dolgozik, és országos turnéra is készül. És nem sokára útjára indítja új ruhaneműjét és a parfümjét. Ó, nagyszerű, tolta el Birdit Natali, mert látta, hogy Luki lyons terelgetik felé. Luki volt az est fénypontja, mert nem csak, hogy főszerepet játszott a kék kettőben, ami színésznői visszatérését jelentette, de ő volt a film vezető producere is. A másik producer és egyben a film írója, Luki férje, az Oscar díjas fiel standard volt, és az a hír járta, hogy a mozi szenzációs. Társ producer Hamilton Heckerling, a társszerző pedig egy Marlon Robert nevű tehetséges újonc. Ráadásul azt suttogták, hogy a kék zafír kettő messzebbre merészkedik még az elemi ösztönnél is. A két nő hollywoodi csókkal üdvözölte egymást, ami azt jelenti, hogy az ajkak soha nem érintenek semmit. Gyönyörű vagy, lelkendezett Natali. Kötelessége volt túlozni, de el kellett ismernie, hogy 42 évesen két gyerekkel és egy hírhetten különc és csapodár férjel megáldva, Luki Lyons valóban remekül nézett ki. Fekete hajzuhatagával, érzéki ajkával és dögös testével szinte sugárzott. Beszélj a filmről, noszogatta Lukit Natali. Azt hallottam, nem semmi. Valóban, felelte hatalmas, újra filmsztár vagyok, mosolja Luki. Nagyon szexi, és csak egyszer vetkőzöm benne. A kék zafír kettő igazi sztárja, tette hozzá nagy lelkűen, Méri Ellen Evans, aki az unokahugamat játsza. Majd meglátod, mi lesz, ha Amerika meglátja Méri ellent levetkőzve, már nem bájos szomszédlány, hanem az a nő, akit minden férfi szeretne. Hoppá! Kacéren az ajkára tette az ujját. Majdnem kimondtam élőadásban. Semmi gond, hallottunk már cifrábbat is, mondta mindent átölelő mosolyal Natali. De térjünk vissza a filmhez. Úgy hallom, mindketten csodálatosak vagytok, a varietés szerint mindketten isteni alakítást nyújtotok. Köszönöm, Nathalie, mondta szerényen Luki. Így Ebben biztos vagyok, és most beszéljünk a fontos dolgokról. Ki tervezte a ruhádat? A péret limuzinban ott ült a nyolc és fél hónapos pocakjával Linda, Carlos a büszke apa jelölt, bár még mindig nem házasodtak össze. Dorian egy húsz éves fiú modellel és kol egyedül, de ezt határozottan élvezte. Az új ingatlanról beszélgettek, amelyet a Paradis megvásárolt. Csak kol és Cameron látta, de kol szerint igen látványos volt. Jó kora kertel, jól felszerelt fürdőkkel és nagy úszómedencével. A vízi erobik most nagy divat, mondta Dorian. Alig várom. Én meg alig várom, hogy lássam a mai esti filmet, sóhajtotta Linda. Annyira szeretnék füllet szexet látni. Ha egyszer csinálni már úgy sem tudod, morogta Carlos. Nézd! Panaszkodsz, kérdezte villogó szemmel Linda, és megsimította a pocakját. Mert ez a nagy csomag itt a fiad, hát fog be. Oké, okay, csibém, vigyorgott Kárlosz, de mihelyt előbújt ez a kis tojás, ez a bika macsó szexet akar. Száldségeség, nyafogta Dorián. Egész este ezt kell hallgatnunk. Hol van Cameron, amikor szükségem lenne rá? Fontosabb dolga van, mondta Kol annál fontosabb, hogy velünk töltse az estét, húzta fel az orrátorián. Hát, azt nem hinném. Kolcsak csak vigyorgott, egyedül ő ismerte Cameron titkait, és ebből a mostaniból még valami jó is lehet. Hát nem gyönyörű, lelkendezett Natali miközben felsegítette Méri Ellen evans maga mellé a dobogóra a kamerák elé. El sem hiszem, hogy hét hónapja szültél, aztán főszerepet játszottál ebben a filmben. És nézze meg az ember, csoda szép vagy. Ó, köszönöm, Natali, fürdött a rivalda fényben Méri Ellen. Az égszereid is pompásak, és a ruháid is. titől, Ármánitól természetesen. Hmm, természetesen. Kis szünet, aztán. És hogy van a baba apukája? Még képben van? Méri ellen nem hapozott, előre meg volt a válasza. Don Verona gondoskodó és szerető apa, de már nem vagyunk együtt, bár végtelenül tisztelem és szeretem. Mesélj hát a filmbeli szerepedről, lépett tovább Natali. Sokat mesztelenkedsz, mint hallom. Milyen érzés volt igazándiból mindent lebenni? Ne játsz az ujjaiddal, szólt rá a kölyökre Mendi. Nem játszom, mondta Márlon. Nem játszik, erősítette meg Hamilton. Hamilton kocsiában ültek hátul, sofőr vezetett. Mendi izgatott volt. Tudta, hogy a kék zafír kettő hatalmas siker lesz, és ő duplán is hasznot húz belőle. Hamilton neki ígérte a bevétel egy részét jutalmul, amiért végre megjött az esze, és elválik ryan -től. És Marlon, nos, Marlon az ő csoda gyereke volt. Ő fedezte fel. Hmm, hát majdnem ő fedezte fel mert Luki talált rá előbb, szerencsére nem szexuális téren. Mendi sohasem érte volna be hol mi vacak második helyjel. A kék zafír kettő Mendi ötlete volt. A standardéknál átélt rémálom után Luki lefelé tartó spirálba került, ami érthető volt. Ha egy lányt agyonlőnek az ember ebédlőjében, bárki kikészülne. És, hogy Hamilton ötödik felesége volt az, akibe Don barátnőjének agyalányhújt férje golyót teresztett, Mendi nem volt annyira szomorú. Bár kétségtelenül felkabaró este volt, hiszen kiderült Ryan viszonya is. A lényeg az, hogy amikor Lucky beszélt neki Marlorról, a forgatókönyvről és az elszalasztott lehetőségről, Mendi megígérte, hogy megmutatja a forgatókönyvet az apjának, Luki iránti barátságból. Előbb persze Mendi is elolvasta a könyvet. A történetet nem tartotta eredetinek, de a párbeszédeket brilliásnak vélte. Ekkor jutott eszébe a kék zafír kettő ötlete, hiszen a kék zafír volt Hamilton egyik legsikeresebb filmje. Mihály Mendi elmondta az ötletét az apjának, minden a helyére került. Hamilton nem gyászolta el nejét. Többet tudott meg, mint amennyit valaha is tudni akart, és ez elegendő volt ahhoz, hogy örökre kitörölje anyját az emlékezetéből. Eltökélte, hogy a kék zafír kettő hatalmas siker lesz. Luki felhőkön járt, és mert Phil nagyon a felesége kedvében akart járni, beleegyezett, hogy Marlon írja a forgatókönyvet, és ő majd csiszolgatja. Beindult a rendszer, és Mendi Méri ellenre gondolt, amikor felmerült az ifjú ninfomániás szerepe. Éhletett szereposztás. Az eredmény hatalmas kassza sikernek ígérkezett, még az elsőnél is nagyobbnak. Nem kellett hozzá sok idő, hogy Mendi szenvedélyes viszony kezdjen Marlonnal, bár az 13 évvel fiatalabb volt nála. Nem zavarta a korkülönbség, inkább nagyon is divatosnak és korszerűnek érezte. Elvégre a dolog bevált Demi Moore és Aston, Donna és Guy, Susan Saradon és Tim esetében is. Többé-kevésbé. És most itt van Mendi Heckerling és Marlon ahogyan Márlon mondaná, édes. Don és Phil leléptek a vörös szőnyegről, hogy igyanak egyet. El kell ismernem, mutatta a nagyon büszke férj összes jeleit Phil, hogy Loki nagyon tehetséges, majd meglátod. Tudod, Don, tökéletesen igaza volt, hogy vissza akart térni a filmezéshez. És méri Ellen Kérdezte Don, milyen a filmben? Meglepően jó. Fül hosszú szünetet tartott. Gondolom, már nem vagytok együtt. Soha nem is voltunk, mondta Lazándon. Édes kölyök, de nem az esetem. És a babát szoktad látni? Természetesen, a legédesebb pici a világon. Szerelmes vagyok. Végre! Hé, hey, mondta száraz mosolyadon. Voltam én már szerelmes, de soha sem jött be. Te meg Lucky, mit mondhatnék, nagyon szerencsés fickó vagy. Hmm, mintha nem tudnám. És mi alatt a kék zafir kettő fényüző bemutatója zajlott a Hollywood bulvádon, Ryan is bemutatta a legújabb filmjét amely szívet tépő történet volt egy fiatal, orosz prostituáltról, dokumentumfilm stílusban leforgatva. Ryan életen legjobb filmjének tartotta. Az utóbbi másfél évben belemerült ebbe a filmbe, szívét, lelkét beleadta, végig utazta Európát, sok helyszínen forgatott. A film címe Anya lett, a valódi anyja emlékére, akit alig ismert. Olyan lány volt, akit többféleképpen bántalmaztak, semmint el lehet képzelni. Olyan lány, akire végül egy hollywoodi kúria ebédlőjében talált rá a végzet. A forgatás közben minden másról megfeledkezett. Utasította az ügyvédeit, hogy intézzék a vállást, adjanak oda Mendinek mindent, amit akar. Anyagi javak nem érdekelték, csak a filmje. A főszerepet Tamera Jakovlevára osztotta, aki légies barna lány volt, kifürkészhetetlen tekintetű. Szentpéterváron született, jó szüleivel tíz évesen jött Amerikába. A története pontosan az ellenkezője volt anyjáénak, de Tamarát valahogy megszállta anyja szelleme, és kifogástalan alakítást nyújtott. Anyjává változott. A lengyelországi forgatás alatt rövid viszony volt kettőjük között. Nem tartott sokáig. Tamarát nem rájennek találták ki. Gyakran gondolt Cameronra. A standardéknál lezajlott tragikus este után nem érintkeztek egymással. Ryan elvágta magát mindenkitől, hogy a filmjére tudjon koncentrálni. Közben azért hallotta, hogy Cameron már nincs tonnal. Amióta visszatért Los Angelesbe, gondolt rá, hogy felhívja a lányt, de nem tette. Talán csak képzel valamit, ami nincs is. Jobb nem bolygatni. Jokót és Lenont leadni Mr. Vasabihoz amolyan szertartás volt Cameron számára. A kutyák szerették az öreget, az meg a kutyákat. Nem baj, ha éjszakára is maradnak, kérdezte Mr. Vasabitor. Az öreg minden tudóan kacsintott. Igaz, hogy ő már öreg volt a kalandokhoz, de irigyelte azt a férfit, akivel hihetetlenül szép és elbűvölő szomszédnője az éjszakát tölti. Miután a kutyákat leadta, Cameron visszament a házába, lezuhanyozott, enyhén kisminkelte magát, vagy hatszor átöltözött. Végül maradt a farmer, a harci bakkancs, egy egyszerű felső és a legdrágább ruhadarabja, egy vajpuha Dolce Gabbana bőrcseki. Végre elégedett volt magával. Elhagyta a házat, beült a mustangjába, és elindult Santa Monikába, mert ezt teljesen véletlenül tudta meg, Ryan Richards ott mutatta be a filmjét. Ryan Richards. Egy név a múltból. Ryan. Egy férfi, akire a mai napig gondol. Azóta nem volt közöttük semmiféle kapcsolat, hogy azon a végzetes estén Greg agyonlőtte Hamilton fiatal feleségét rettenetes tragédia volt, és Cameron néha bűntudatot érzett, magát okolta. Ha Greg nem jött volna utána, ha lett volna bátorsága hawaii utazni és elválni. Ha, ha, ha. Mindenki azt mondta, elkerülhetetlen volt, Greg pszichopata, de ő tudta, hogy megelőzhette volna. A lövés után a zsaruk megrohamozták a házat, teljes káosz volt. Don azt akarta, hogy vele menjen. Cameron nemet mondott. Azzal védekezett, hogy mozgástérre van szüksége. Aztán több éjszakával később leült vele, és igyekezett nagyon őszinte lenni. Szakításról beszélt, és Don nem örült. Te hazudsz nekem, és engem teszel lapátra, füstölgött. El sem akarom hinni. Sajnálom, mondta őszintén Cameron, mert kedvelte Dont, de ez kevésnek bizonyult. Nem illik bele az életstílusodba, Don, nem nekem találták ki. Don olyan dühös volt, hogy kifecsegte, ő a Paradis titkos befektetője. Ő tette bele azt a plusz pénzt, amitől az üzlet beindult. Ám legyen, Cameron nem is igazán haragudott. Greg éppen eléggé sokkolta már. Rendben, mondta. Azt szeretném, ha a befektetésed hasznot hozna mindkettőnknek. Beletelt némi időbe, de aztán Don belenyugodott, hogy Cameron csak barátságra vágyik. Sérült ugyanaz egója, ám Donnak igen nagy erénye volt az öniróniája. Néha még találkoztak, Don még mondogatta a lánynak, hogy hibát követel. De Cameron nagy örömére barátok maradtak. Mihelyt befejeződött a per, Cameron ügyvédhez fordult és megindította a vállást. Fél éve később szabad volt. A Paradisbeli Banda örömünnepet ült, és Cameronnak ismét a munka lett az élete. Tegnapig, amikor is egy fiatal színésznő, Miközben Kolnás újzózott, megismételte, hogy ma este vetítik Ryan Richards új filmjét. Cameron lefújta, hogy elmenjen a kék 2 bemutatójára Kollal meg a többiekkel. Inkább, gondolta, tesz egy próbát. Nagy lépés lesz. Őrült, eszelős lépés. A vetítés megkezdése után súrant a terembe, aztán megbűvölten ült. Az anyja remek mű volt, egyszerre visszafogott és rendkívül nagy hatású. A végén a közönség felállba tapsolt, és Cameron látta, hogy sokan a szemüket törölgették. Cameron a tömegben ryan kereste, míg végül megpillantotta. Filmjének szépsége sztárja ölelgette és csókolgatta. Cameron gyomra összeszorult. Ryan természetesen tovább lépett, és miért ne tette volna. Már éppen ki akart lopózni, amikor egy fiatal ember lefejtette Ryanről a színésznőt, és egymásba karolva távoztak. Cameron mély lélegzetet vett, és elindult Ryan felé. ryan sokan vették körül, a kezét rázták, a vállát veregették, és rökködtek a gratulációk. Cameron beállt egy nagy darab nő mögé, hogy sorra kerüljön, és ő is megmondja, milyen tartalmas volt a film. És akkor Ryan meglátta őt. Egy ötrelmes pillanatig egymásba kapcsolódott a tekintetük, és Cameron már tudta, hogy nem változott semmi. úgy éreznek mindketten. – Szia! – mormolta halkan Cameron. – Szia! – felelte Ryan. Tetszett a filmed. Tényleg? Tényleg. Nézett Cameron abba a kék szempárba, amelytől még mindig elállt a lélegzete. Hát akkor, kérdezte örömmel és optimizmussal eltelve Ryan, miért tartott ilyen sokáig, amíg rám találtál? Cameron mosolygott. Álmodozom boldogan. Ó, azt hiszem lusta voltam. És rájön, magához húzta Cameron-t nagyon-nagyon közel. És Cameron valamiképpen tudta, hogy ez valami egészen különlegesnek a kezdete.